Vas Albert, Valaki tévedett, Elbeszélések 1945-1950. Vas Albert történetei játszódhatnak az 1945 utáni Brassóban, a kicsi Székely falu temetőjében, a lőporfüstös és megszállt szülőföld bármely területén, vagy a képzeletbeli mennyei birodalom Isten előtti sereg szemléjének mítikus idejében. Ezek az írások a legvégsőbb humánum megszólaltatói. A szerző igazság és szabadság szeretete és önelemző magyarság vallása példamutató a ma embere, a ma olvasója számára, bárhol is a nagyvilágban. Turcsány Péter. Vas Albert, Valaki tévedett. A kötet főként Erdély II. Világháborús eseményeinek hiteles magánemberi krónikája és a legvégsőbb humánum megszólaltatója. A szerző igazság és szabadság szeretete és önelemző magyarság vallása példamutató a ma embere, a ma olvasója számára is. Előjáró beszéd. Van életünknek egy szakasza, amire ma már nem szívesen emlékszünk vissza. Márpedig megfeledkezni róla hiba lenne. Felnőttünk odahaza egy civilizált társadalmi rend keretein belül, melynek megvoltak ugyan a maga bűnei, mint minden társadalmi rendnek, amit az ember évezredek során kiagyalt, azonban adott lábunk alá egy szilárd padozatot, melyen kétlábú emberhez méltóan egyenes derékkal állni tudtunk. Ez a padozat a törvény, az erkölcs, a jog, s a magántulajdon deszkáiból tevődött össze, nyugati minta szerint, sok-sok nemzedékkel születésünk előtt. Reászülettünk, s úgy nőttünk föl rajta, mint aki odahaza van. Aztán egyszerre csak egy emberírtó történelmi földomlás során leszakadt alattunk ez a padozat. A világ, melyben emberré nőttünk, összedőlt. Részben az idő rothasztotta el a deszkákat, s azok, akik hivatva lettek volna a javításokról gondoskodni, nem végezték el a feladatukat. Részben férgek rágták ki a palánkból az erőt, férgek, akiket restül megtörtünk magunk között, s akik ellen elmulasztottuk a rend gerendáit, évente átitatni a társadalmi szervezetek egyetlen védőszerével, s az egymás iránt megnyilvánuló testvéri szeretettel. Végül a viharnak már könnyű dolga volt. A padozat leszakadt, a világ összeomlott körülöttünk, s ott leltük magunkat a romok között, otthontalanul és hontalanul, társadalmilag és politikailag, anyaszült mesztelenül. Ennek az országomlásnak az emberi életekre gyakorolt hatásából mutat be képet ez a könyv az író szemén keresztül. Lesznek, akik itt-ott magukra ismernek, s lesznek, akik nem. A szemtanú csak azt írhatta meg, amit látott. Ezek a történetek kivétel nélkül mind 1945 és 1950 között íródtak, s egy ócska láda fenekén penészesedtek több mint 20 esztendeig. Talán lesznek, akik úgy ítélkeznek majd, hogy kár volt elővenni őket, és hagyni kellett volna, hogy szétrágja ezeket a sötét emlékeket az idő. De az író, akit az Úristen szemtanúnak rendelt erre a világra, úgy érzi, hogy ennek az egész történelmi korszaknak az együttes képéből
hiányzott volna valami, ha ezek az írások elvesztek volna a múltat megérteni vágyó utókor számára. És így, bocsánatot kérve, a mai jólét ölén feledni kívánóktól az olvasó asztalára teszem ezt a könyvet, gyarló emlékművet egy kísértetes múltnak. Valaki tévedett. A fiú már végzett a bombákkal, és még csak a röpcédulák voltak hátra. Keze lassú, megszokott mozdulatokkal nyúlt az emeltyűhöz, és a gép engedelmesen fordulni kezdett. Végig simított kissé sápat homlokán, mintha a fáradtságot akarta volna letörölni róla a kezével, szeme céltalanul nézett tova a végtelen kékségben, melyet villanó kis aranyszálakkal szőtte le a langyos őszi nap. Az anyjára gondolt. Aki otthon az óceánon túl vár rá, s egy pillanatra végig cikázott agyán újra az öröm. Még csak 3 nap. Aztán egy időre befejeződött ez az unalmas, egyhangú katonai élet a piszkos és olajszagú kis görög támponton, és kezdődik a szabadság. Szabadság, gondolta otthon. És halvány arca elmosolyodott az örömtől. A gép már megfordult egészen. Szeme megkereste a bajtársak gépeit, a Johnny-ét, a Bobét, a Joe-ét és a többiekét. Ott voltak mind. Előtte is oldalt, szabályos távolságban. Valami jó meleg érzés fogta el, ahogy végigfutott rajtuk a szeme, valami biztonságos, nyugodt, jó érzés. Akár csak otthon lennénk, hadgyakorlaton. Egy pillanatig szinte sajnálta egy kicsit, hogy itt kell hagyja őket egy időre. Olyan minden, mint egy szép, csak egy kissé hosszúra nyúlt hadgyakorlat, gondolta. Ez az egész biznisz, amit háborúnak neveznek. Majd hirtelen eszébe jutott, hogy 3 nap múlva az otthoni utcákon rámosolyognak majd a nők, ha meglátják az egyenruháját, mert szép és büszke dolog az államok egyenruháját hordani, s az államok lobogója alatt beröpülni messze idegen országok fölé, és halált osztani a gonoszoknak, és szabadságot vinni az elnyomott népeknek. Erre gondolt, és hasonlókra, és szeme nem is vette tudomásul azokat a kis fehér füstgomolyogakot, melyek itt-ott kinyíltak az ég végtelen kékségében, mint valami furcsa fehér virágok, s azt jelentették, hogy valahol, lent a földön légelhárító ütegek köpködik fölfelé a halált. A földből semmi sem látszott, csak valami kötszerű szürke füst, s a fiú nem is volt kíváncsi arra, hogy mi van a füst alatt, mint ahogy arra sem gondolt egy pillanatig sem, hogy az a füst égő házaktól származik, melyeket az ők bombái gyújtottak föl. Keze lenyúlt a papírcsomó után, és másik keze már nyitotta is gépies mozdulattal a ledobó nyílás ajtaját. Szeme érdektelenül siklott át a nyomtatott vastag betűk fölött, az idegen nyelvű szavakon, melyek az ő számára nem jelentettek semmit. És ekkor történt, abban a pillanatban. Keze még margolta a röpcédulákat, amikor valami nagyot csattant valahol. A gép teste megremegett, vakító fényesség csapott ki valahonnan, és feje beleütődött az ülés mögötti acélfába. Ami ezután következett,
arra sohasem tudott visszaemlékezni egészen tisztán. Csupán egy rettentő félelem érzés emlékezett, mely hirtelen végig borzongott az egész testén, mint egy láthatatlan marok szorítása, és megbénította a gondolatait. Minden, ami ezután történt, valószínűleg a hosszú kiképzési évek alatt belerögződött gyakorlat volt. Arra tért magához, hogy lebeg a levegőben, az ejtőernyő válszíja horzsolta a testét, és első önálló gondolata az volt, hogy megcsavarodott a szíj, ahogy újoncoknál szokott, akik még nem szokták meg az ugrást. Néhány másodperc eltelt, amíg rájött, hogy nem odahaza van gyakorlaton. Újra elfogta a félelem. De ez most már tudatos félelem volt. Hősi halál, hadifogság, agyonverték a nácik. Ilyen szavak cikáztak végig az agyán össze-vissza, hogy hirtelen fölrémlettek a kantinban olvasott újságcikkek vastag betűiből. Később, ahogy egy lassú szellőben libegve egyre alább ereszkedett, arra gondolt, hogy vajon milyen messze is lehet idegen területen. Próbálta fölértékelni mérföldben a távolságot, és kiszámítani, hogy hány mérföld lenne, amit nyaponta meggyalogolt. Kezemes kereste az övén csüngő egyetlen fegyvert, a szolgálati pisztolyt, s rádöbbent, hogy csak 8 golyója van, mert a tartalék táskába cigarettát tett és csokoládét. Már orrában érezte a füst maró szagát, és arra gondolt, bizarr és bosszantó tréfa lenne, ha éppen abba a tűzbe esne bele, amit az ő bombái gyújtottak föl. Próbálta átfúrni szemeivel maga alatt a füstöt, hogy megláthassa a terepet, melyen földet kell érnie, de nem sikerült. Most már nem gondolt sem az anyjára, sem a szabadságra többé. Érezte maga alatt az idegen föld közelségét, s már csak az ilyet állati ösztön tartotta benne a lelket, hogy megmentse valamiképpen az ereiben remegő életet. Aztán földet ért a lába. Ez a föld úgy emelkedett ki a füstből, mint egy életlen fekete sziget. Önkéntelenül összehúzta magát a beleidegződött gyakorlat szabályai szerint, és guruló mozdulattal bukfencezett néhányat, mint annak idején otthon a gyakorló téren. De az idegen föld kemény volt és goromba. Nem is föld volt, hanem szögletes kő és éles acél. Egymásra dobált kőhalmaz, melyből elhajított csövek és vasrudak meredeztek elő, megkapaszkodott. Lefejtette magáról az ejtőernyő szíját, és gyorsan hasra vetette magát egy mélyedésben. Keze keményen is elszámtan szorította a pisztoly hideg markolatát. De sehol nem mozdult semmi. Furcsa zsibbat csönd volt, s a csönd mélyén valahol motorok zúgtak, egyre halkuló zúgással. Fájdalmasan nyilallott bele a gondolat, hogy a bajtársak hazatérő gépeinek zúgása ez. Olyan eleven volt ez a fájdalom, hogy könnyet sajtolt a szemeibe. Aztán a tompa csönd fölszívta ezt a zajt is, kötszerű, finom füst maradt, mely úgy ülte meg a nyírkos és idegen őszi levegőt, mint valami keserű átok. Sokáig lapultott és várt, de nem mozdult semmi. Aztán óvatosan előbbre csúszott a kövek között. Itt-ott sercegve füstölgött valami fadarab. Egy ház romjain vagyok, gondolta, egy náci ház romjain. Ilyen hát egy náci ház. Nem sokára sima betonra került. Utca, gondolta, náci utca. Friss szél lebbentette meg a szürke füstfüggönyt,
s egy pillanatra tisztán láthatta az utcát, a romsort, melynek helyén valamikor házak állottak, s valami döbbent borzongást érzett a különös és vad látványtól. Házak, gondolta. De a szeme nem tudott látni egyebet, csak alaktalan kőhalmazokat, bedőlt falakat, égre meredő kéményeket, füstölgő gerendákat, elhajlított vascsöveket, tépet drótokat, darabokra szaggatott fákat és porló vakolatot. Képzelete nem tudta visszaépíteni a házakat. Sohasem látott még ilyesmit, és minden idegszála tiltakozott ez ellen, hogy az életet képzelje el a romok helyére. Meg kell várjam az éjszakát, gondolta. Óvatosan körülkémlelt. Szemközt a túlsó utca soron egy tömör épület még valamennyire állt. Csak a teteje hiányzott, és a hátsó része. Boltozatos kapubejárata sötéten emelkedett a romok felé. Sietve osont át, és behúzódott a kapu alatti félhomályba. A vastag kőfalokon hosszú repedések húzódtak végig, s az épület hátsó részének helyén mély bombatölcsér ásított. Kő, mészpor, vakolat. Ketté hasadt fadarabok töltötték meg a kapu aljat. Azok közé húzódott be. Vackot túrt magának a törmelékben, és várt. Az éjszakát várta. Lassan telt az idő. Arra gondolt, hogy néhány perccel ezelőtt még az Egyesült Államok repülőgépén, mint az Egyesült Államok repülője, úgy szólván amerikai földön volt. És most? Szeretett volna visszaemlékezni a térképre, mely ott csüngött a vezetőülés előtt, hogy legalább a nevét tudná annak az országnak, melynek földjére került. De egyedül a vörös vonalra tudott emlékezni csak, amit a parancsnok keze húzott a térképen indulás előtt, s melynek végén ott volt az ismert piros kör, a bomba ledobás helye. Furcsa, gondolta, soha nem érdekelt, hogy hová dobom le a bombákat. Cigarettára gyújtott, aztán kuporgott a törmelékeken, és fújta maga elé a füstöt. Valami furcsa, nyomott hangulat nehezedett rá, talán a romokból áradt ez a megmagyarázhatatlan érzés. A törmelék között fekete kartonlap hevert, könyvfödélnek látszott. Gépiesen nyúlt ki utána a keze csak úgy unalomból. Forgatta. És akkor egyszerre megakadt a szeme valamin. A könyvfödél belső, fehér oldalán elmosódott kézírás látszott, halvány tintával rótt betűk. God is love. Az Isten szeretet. És alatta a Pittsburghi egyház ajándéka a magyar testvéregyháznak. Még egyéb is lehetett ott, de csak a halvány tintanyom látszott. A szehakat lekaparták óriási körmök. Kezében tartotta a roncsolt bibliafödelet, s arra gondolt, hogy ez a könyv valamikor az ő hazájából indult útnak, hogy hírül hozza ide messzire egy másik népnek, hogy Isten szeretett. Érdekes, gondolta, talán a bomba, amelyik széttépte. Szintén Pittsburghből jött ide. És még az is lehet, hogy ugyanaz a kéz szerelte föl rá a gyújtást, amelyik ezeket a szavakat a Bibliába írta. Érdekes az élet, gondolta, igazán érdekes. És az Isten szeretett. Hallotta már ezt valaha, vagy csak úgy rémlik, mintha hallotta volna? Ült a törmeléken, kezében a tépet bibliafödéllel,
mely azt hirdette a holtoromok között, hogy Isten szeretett, és régi vasárnapok jutottak eszébe, amikor egyik kezét az anyja fogta, másik kezét az apja, s úgy mentek be a templom ajtaján. S bent furcsa, mély csönd volt, orgonaszó és csönd, és az orgonaszó mögött valahol az Isten. Sziréna búgás riasztotta föl. Éles, vonyító hang, mintha egy óriás vert kutya vonyított volna föl a romok közül az égre. Valahol egy gépkocsi tülkölt, síp visított. Néhány pillanatig dobogó szívvel figyelte a zajokat, amíg megértette, hogy miről van szó. Véget ért a légiriadó. Az emberek előbújnak a légoltalmi pincékből. A katonák, a nácik, az ellenség. Néhány perc múlva már megtalálhatják, és akkor... Bejebb húzódott a sötét sarokba, s körmeivel lyukatásott magának a törmelék között. Aztán belefeküdt a gödörbe, megvizsgálta a pisztolyát, és várt. Nem adom olcsón magamat, gondolta, és valami tépő keserűség fogta el, mert eszébe jutott, hogy 3 nap múlva szabadságra mehetett volna, s most már nem lehet semmi a szabadságból. Talán meg kell halnia nem sokára, és sohasem láthatja többé az anyját. Aztán csak gunnyasztott és várt sokáig. Az idő nyúlósan veszett bele a semmibe, olyan volt, mint egy megfoghatatlan, ijesztő szürke massza, mely végefogyhatatlanul folyt alá a romokról, és maga alá temette a kusza gondolatokat. S ezen a hullámszagú csöndön át nagy-nagy messzeségből hallani lehetett a tűzoltók sípjeleit, motorok berregését, és néha tompa puffanásokat, ahogy valahol egy-egy házfal bedőlt. Ez már egy idegen világ, gondolta, idegen életek, idegen emberek, ellenség, nácik. Nem lehetett tudni, mennyi idő telt el. Egyszerre csak felütötte a fejét. Valahol kopogtak. Tompán hallatszott a hang, akárha föld alól jött volna, és hirtelen rádöbbent, hogy valahol a gondolatok közt a tudat alatt már jó ideje, hallja ezt a kopogást. Figyelt. Valahonnan alulról jött a hang. A pince, gondolta. Emberek vannak a pincében. Rájuk dőlt az épület. Emberek. Kifogy a levegőjük, és meghalnak. Gondolkodás nélkül ugrott föl. A beléje nevelt segítőkészség hajtotta. Körüljárta az épületet, és eszébe sem jutott, hogy megláthatja valaki. Kereste a pinceablakokat, de nem találta meg. Ha voltak olyanok, befötte őket a törmelék. A hang a boltívalól jött, kop, kop, kop. Halkan, tompán, hosszú időközökben, mintha valaki nagyon takarékoskodna az erejével. Talált egy vasrudat, azzal túrni kezdte a törmelékeket a kopogás helyén. Hamarosan kőpadlóra bukkant. Jó idő betelt, amíg sikerült egy kőlapot kiemelnie. Megizzadt belé, és a lélegzete is zilált. De a kopogás hallatszott egyre, szünet nélkül a mélyből. Kop, kop, kop. A romfalak visszhangzottak az ütéseitől, ahogy vasrúdjával bontani kezdte maga alatt a pince boltozatát. Végre rés támadt a kövek között. Óvatosan tágította tovább. Lent abba maradt a kopogás, mély, halálos csönd volt. Az első, amit meglátott, egy kéz volt. Egy száraz, csontos, férfi kéz. Úgy nyúlt ki a fekete üregből, mint egy könyörgés. Lehassalt, és benyújtotta ő is a kezét.
Érdes ujjak szorítását érezte a tenyerét. Húzni kezdte fölfelé. Először egy poros, kopott kabát ujj jelent meg, aztán egy borostás, szürke férfi arc, idősebb ember arca, őszhajjal, a sápadt halántéka fölött. Csontos, beesett arc. Kint az üreg peremén az ember föltápászkodott, aztán csodálkozva rámerett a fiúra. Idegen nyelven mondott valamit, vagy kérdezett. A hangjából nem lehetett kivenni tisztán, de mindegy is volt, hiszen nem értette a szavakat. És ebben a pillanatban döbbent rá újra, hogy hol van. Ellenséges földön, ellenség között. Talán önkéntelenül is tett egy mozdulatot, vagy rajta volt az orcán, mert az öreg ember mintha meglátott volna valamit. Sóhajtott, aztán legyintett a kezével, majd szó nélkül intett neki, és lehasalt a lyukhoz. Megértette a mozdulatot, és azonnal melléje hasalt. A válluk összeért a gödör fölött, de az érintés nem volt ellenséges. Egymás után 8 asszonyt húztak föl a betemetett pincéből, férfi egy se volt közöttük, csak 8 sápadt, riadt tekintetű nő, akiknek arcán ott reszketett még a halál lehelete. Mikor a 8. is fönt volt, az öreg ember fölkelt a földről, és leverte térdeiről a port. Nincs több? Kérdezte a fiú, de az öreg ember nem értette meg a kérdést. A nők gyanakodva nézték az egyenruháját, és néhányan összesúgtak. Aztán kilépett közülük egy fiatal leány, sötét kendő szorította le a haját, s az arca sápat volt, akár a halottaké. De a szája kemény, szigorú. Nagy sötét kék szemeit rászögezte a fiúra. Maga angol? A fiú úgy megörült az otthoni szónak, pedig idegen volt a kiejtés, hogy önkéntelenül széles mosolyra nyílt az arca. Nem, amerikai. Maga tud angolul? A leány, mintha nem hallotta volna a kérdést. Repülő? Talán lelőtték a gépét? Igen, felelte boldogan, hogy beszélhet valakivel. Maga amerikai szintén? Érezte, hogy a kérdés ostoba, de önkéntelenül szaladt ki a száján. A leány megrázta a fejét. Nem, magyar vagyok, felelte szinte szigorúan, és ezek itt mind magyarok, mint én. Maga azt kérdezte az előbb, hogy ennyien vagyunk-e. Hát én felelek most magának, igen. Most már csak ennyien. A többiekre ráomlott a pince. Bomba döntötte rájuk a pincét, és meghaltak. Lányok, asszonyok, gyerekek, mind magyarok, mind keresztények. Maga keresztény? Érezte arcán a nagy sötét kék szemek vádló izzását, és lehajtotta a fejét. Igen, felelte halkan. Egy pillanatig csönd volt. Aztán az asszonyok suttogni kezdtek egy érthetetlen idegen nyelven, és tudta, hogy róla beszélnek. Elfordult, és odébb ment néhány lépéssel. Nézte a megrepet falat, s arra gondolt, hogy tulajdonképpen milyen zavaros mindez. Templom, kereszténység, háború, bombák, romok, emberek, nyugtalanító zűrzavart érzett magában, és szinte megnyugodott a gondolattól, hogy nem sokára föllármázzák ezek az asszonyok a környéket, és jönni fognak a katonák, akik szintén egyenruhát viselnek majd, mint ő, s akikről tudni lehet, hogy ellenség. Egy idő múlva valaki megérintette a karját. Az öreg ember volt, intett a fejével, s a nézése nem volt ellenséges. Mondott is valamit, de nem értette meg a szavakat. Csak a jelentőségüket értette meg azonnal.
Az öregember azt akarta, hogy menjen velük. Vállat vont, hogy is mindegy, gondolta, és valami nagy-nagy fáradtságot érzett egyszerre. Aztán zsebre dugta a kezeit, és megindult az öregember mellett az asszonyok után. Szótlan haladtak a romok között. Néha egy-egy asszony megállt, ránézett a kőhalomra, és mondott valamit. Néhányan a szemükhöz emelték a kezüket, és sóhajtottak. Aztán mentek tovább, lehajtott fejjel, szótlanul, szomorúan, mint akik temetésen vannak. Néha valamelyik folytottan felzokogott, de nem lehetett tudni, hogy melyik volt. Olyan tömötten mentek egymás mellett. Minden hang úgy nyillalott bele a fiú szívébe, mint egy-egy éles kés. Az otthoniakat siratják, gondolta, talán a szüleiket. És valahol úgy érezte magát, mint a gyilkos, akit végigvezetnek egy borzalmas tett színhelyén. A délután már alkonyatba fulladt. Köd és füst ült, az egymásra dőlt házsorokon, és keserű halálszagot árasztott. Próbálta elterelni a gondolatait a romoktól. Próbálta katonákra gondolni, akikkel nem sokára szembe kerül. Vallatni fogják. Berni. Kivégezni azután. Nem lenne jobb azonnal kézbe venni a pisztolyt, és úgy halni meg, katonához illően. De a gondolatai csak félig voltak ezeknél a kérdéseknél. Háttérben ott álltak a romok, kormosan, vádlóan, rettenetesen szomorúan, és érezte, hogy az egész háborúnak, az egész hősködő katonáskodásnak nincs értelme többé, mert hiszen a romok alatt gyerekek vannak, és asszonyok, gyerekek és asszonyok, és hogy mindez valami szörnyűséges tévedés. Egy idő múlva a kék szemű leány hátra maradt az asszonyok közül, bevárta a fiút. Mennyi minden volt ezekben a házakban, ha tudná? Kezdte néhány lépés után, és hangja fátyolos volt és keserű. Gondolja el, milyen lassan épül föl egy-egy ilyen ház. Mennyi minden kell ahhoz, hogy otthonná legyen? Mennyi idő, mennyi munka, mennyi élet? Gondolt már erre valaha? Emberek dolgoztak egy életen át. Dolgoztak, és álmodtak egy saját otthonról, amíg végre fölépíthették a gyerekeiknek. Sokszor csak az unokáiknak. Beleépítették az egész életüket, hogy hallgassák benne az unokák kacagását. Aztán valaki csak ledob egy olyan bombát a levegőből. Ugye egészen könnyű munka, csak egy kis mozdulat bizonyára, valami emeltyűt kell megmozdítani, vagy ilyesmit. És az egészből nem marad semmi. Egy egész életből semmi sem marad, még az unokák se. Nézze, ez itt iskola volt. Tegnap még zsivajgott benne a sok kis öröm. Hallgasson, mondta a fiú rekedten, és szinte durván hallgasson, az Isten áldja meg. Szeme kiszonyodva merett a torz sötét halomra, mely valaha iskola volt, és látta maga előtt az otthoni városka iskoláját, a sok zsivajgó, vidám gyerekkel. A leány ránézett, és szája szélén megrándult egy keserű vonás. Miért hallgassak? Ha magának joga volt ledobni a bombákat, nekem ilyen jogom van beszélni róla. Nem az én hibám. Felelte a fiú szinte haragosan. Ez a háború. A leány megrázta a fejét. Nem tudom. Én ehhez nem értek. Én csak azt tudom, hogy itt élet volt, és most nincs. S hogy az élet maga az Isten, és aki kezet emel ellene, Isten ellen emel kezet. Maga tudja ezt? A fiú megállt. Hát, öljenek meg. Felelte keserűen, dacosan. Mit tehetek én egyebet? Öljenek meg! A leány szomorúan elmosolyodott. És akkor
Föltámadnak azok, akik meghaltak? Kérdezte. Épek lesznek újra a házak? És visszatér majd az élet? Ó, maguk férfiak, maguk katonák, jöjjön mindjárt este lesz, és két hónapja nincs világításunk. Szótlanul haladtak tovább egymás mellett, hárman, ő a leány, s az öreg ember. Itt-ott egy-egy éppen maradt ház megereszkedett, elő a romok között, megrepett falakkal, kitört ablakokkal. Az asszonyok rendre elszélettek a romok között, s már csak ők maradtak, hárman. Aztán egy ház előtt az öreg ember megállt, és halkan tanácskozott a lányal. Rólam beszélnek, gondolta, hogy miképpen adjanak át a náciknak, és szinte jól esett erre gondolnia. Jöjjön, mondta hirtelen a leány, és megindult a ház felé. Engedelmesen ment utána. Az öreg ember sóhajtott, és leült egy kőrakásra. A ház előtt kis kert volt, de omlott vakolat és tört üveg hevert a virágokon. Holtan és üresen ásítottak az ablakok, és a fiú önkéntelenül megborzongott, amikor belépett a sötét kapuajba. Ilyen házakban lakhattak a kísértetek, gondolta. És mennyi sok kísértet lehet itt? A leány kopogott az ajtón. Ijesztően kopogott, a hang a megrepett falak között. Valahonnan vakolat hullott a sötétségben, csak a zajt lehetett hallani. Olyan volt, mint egy denevérszárny suhogása. Összerezzent, amikor megmozdult a kilincs. Az ajtó nyílásából egy sápat öregasszony nézett rájuk. A leány mondott valamit. Néhány pillanatig izgatottan suttogtak, aztán az öregasszony kitárta az ajtót és hátralépett. Jöjjön, mondta a leány. Szürkület volt a szobában, ahová az öregasszony vezette őket. Sötét folyósókon át. Az üvegetlen holtablakon benyúlt az őszi este nyírkos keze, és árnyékokat ültetett az öreg bútorok mögé. Egy szekrény ajtaja csikorgott valahol, aztán az öreg asszony oda nyújtott valamit a leánynak. Vegye föl, mondta, és letette egy székre. Odalépett és megnézte, hogy mi az. Egy kissé viseltes, szürke férfi ruha. Vegye föl bátran, hallotta a leány hangját az ajtóból. Akié volt, annak már nincs többé szüksége rá. Meghalt a hazáért. Aztán az ajtó csikorgott, s ő egyedül maradt a szobában az idegen ruhával. Egy darabig a ruhát nézte. Az ujjai kissé megkoptak, valószínűleg valamilyen munkától. A gombjukában egy hervatvirág szomorkodott, s hosszú ideig csak ezt a hervatvirágot látta, más semmit. Aztán az ablakon beszűrődő esti fény valahogy rávetődött a falon egy képre, s azt kezdte nézni, de a virágra gondolt még akkor is. A kép egy mosolygós arcú fiatalembert mutatott, sötét ruhában. Olcsó fénykép nagyítás volt, de alatta bronz érdemkereszt csüngött a falon, s lent az asztalon karcsú vázában néhány szál fehér virág. Meghalt a hazáért. Ismételt el magában a leány szavait, s arra gondolt, hogy majd otthon az ő képe is megjelenik valahol egy újságban, s alatta ez áll majd meghalt a hazáért. Istenem, gondolta, micsoda titokzatos nagy haza az, amelyikért itt is, ott is annyian meghalnak. Gépiesen vetette le az egyenruháját. Meghalt a hazáért,
motyogta magában, meghalt a hazáért, érdemkeresztet kapott, katona volt, náci volt. Hát a nácik is meghalnak a hazáért. Valahogy úgy képzelt el eddig, hogy a nácik, azok úgy halnak meg, mint a rablók. Nem a hazáért, hanem valami másért, valami csúnyáért és közönségességért. De ez a mosolygós arcú fiú ott a falon nem látszott rablónak. Olyan volt, mint egy diák odahaza, vagy mint egy fiatal gyári munkás, aki vasárnap futballmeccsre megy. A lány beszólt az ajtón. Készen van? Még egyszer végignézett magán. Az idegen náci fiú szürke ruháján, aki meghalt a hazáért, a hervat virágokon, a kombjukban, és arra gondolt, hogy egy léhánytól kapta bizonyára. Vajon szőke volt, vagy barna? Ezzel mi legyen? Kérdezte, és az egyenruhájára mutatott. A leány fölkapta a ruhát a földről, és begöngyölte az asztalterítőbe. Még szüksége lehet rá, mondta. Most azonban veszedelmes lenne, ha megtalálnák. Jöjjön, sietnünk kell. Az öreg asszony ott állt a folyósó sötétjében, meggörnyedve. Amikor elmentek mellette, a fiú odafordult a leányhoz. Mondja meg neki, hogy hálásan köszönöm, amit értem tett. A leány mondott néhány szót azon az idegen nyelven, de az öreg asszony csak morgott valamit, meg sem fordult. Amióta a fia meghalt, mindig ilyen, mondta odakint a leány. Nem szereti, ha megköszönik, amit másokért tesz. Hol esett el a fia? A Kárpátokban. Az oroszok ölték meg. Vidám jó fiú volt, szegény. A mi férfiaink mind az oroszok ellen harcolnak. Az öreg ember még ott ült a kőrakáson. Felállt, nehézkesen és fáradtan, amikor meglátta jönni őket. Aztán mentek a szürkületben, az üres, elhagyott romutcán. Ismerte azt a fiút? Kérdezte egy idő múlva. A vőlegényem volt. Felelt a leány egyszerűen. De most ne beszéljünk többet, meghallja valaki. Itt nem szoktak angolul beszélni, és föltűnne. Szótlanul mentek tovább. Itt-ott emberek matadtak a romok között. Hajlott hátú, fáradt mozgású emberek. Úgy látszott, mintha kerestek volna valamit a törmelék között. Talán az életüket keresték. Gondolta a fiú, és maga is elcsodálkozott a szavakon, amik önkéntelenül nyíltak ki az öntudatában. Egy útkereszteződésnél katonák jöttek szembe. Kíváncsian nézte őket, de nem talált rajtuk semmi különöst, s ezen egy kissé elcsodálkozott. Emberek voltak. Egyszerű emberek, mint bárki más odahaza, éppen csak egyenruhájuk volt idegen. A katonák nem is néztek rájuk. Úgy mentek el mellettük, döngő léptekkel, de fáradt arccal, szinte egykedvűen nézve a romokat, mint akik már sok ilyet láttak. Itthon vagyunk, mondta hirtelen a leány. Kiskert közepén egy alacsony, földszintes ház állott. Előtte mély bombatölcsér csúfította az utcát, s a fölszaggatott kövek ledöntötték a kerítést is, törmelékkel töltötték meg a virágágyásokat. De a ház előtt állott meg. Ablakai ennek is üveg nélkül voltak. Üresen tátongtak, s a falain mély sebeket hasítottak a repesz darabok. De a ház azért állt még. Csak a gyümölcsfák törtek le körülötte, csak a födérről hullottak le a cserepek, és pirosan lepték el törmelékeikkel körülötte a földet, akárha vér fröcskölt volna oda iszonyú sebekből. Átmentek a megcsúfított kerten,
Az öregember kulcsot vett elő a zsebéből, és kinyitotta a barna töltyfa ajtót. Apa mindig beszokta zárni, mondta a leány, és mosolygott, mintha az meg tudna védeni a bombáktól. A küszöbön fehér papírlap hevert. A leány lehajolt érte. Röp cédula, mondta kissé gúnyosan. Maguk dobálják ezeket is? Egy pillantást vetett a papírlapra, s azonnal ráismert. Igen, felelte, talán éppen én dobtam le ezt itt. Abban a pillanatban, amikor lelőttek. Az öregember kinyitotta az ajtót, bent sötét volt. Sajnos nincs világításunk, mondta a leány. De bent van még egy gyertya, és a kandallóban is tehetünk tüzet. Erre jöjjön. Megfogta a kezét, és úgy vezette, mint egy gyereket. Hosszú, sötét folyóson mentek át. Valahol egy ajtó nyílt. Itt álljon meg egy percre, hallotta a leány hangját a sötétben, és a kéz eleresztette a kezét. Aztán kis idő múlva sercent egy gyufa, és egy gyertyakanóca lángot fogott. Ízlésesen berendezett kis szobában voltak. A padlón néhány szőnyeg, széles heverő a sarokban, könyvszekrény, íróasztal. Fehér márvány kandalló. Szem az ablakot kereste, és nyomban megértette, hogy miért volt a szoba olyan sötét. Az ablakokat vastag fekete papír borította. Le kellett ragasztanunk, mondta a leány egyszerűen, mintha magától értetődő dolgokról beszélne. Ez az egyetlen lakható szobánk maradt, és a világosságot csak akkor szabad meggyújtani, ha lesötétítjük az ablakokat. Így aztán egyszerűen beragasztottuk. Legalább bent marad a meleg. Foglaljon helyet. A gyertyát betette az asztal közepében álló konzerves dobozba. Bocsásson meg egy pillanatra. Valami ennivaló után kell nézzek. Magára maradt. Nézte az idegen szobát, a képeket a falon, a szőnyegeket, a leragasztott ablakokat, s a pislogó gyertyát az ócska bádog dobozban. Ez a háború, gondolta gépiesen. Ez a háború, így élnek háborúban az emberek. Egy idő múlva visszatért a leány, és fehér terítővel megterítette az asztalt. Hideget kell együnk, mondta bocsánat kérően. Nincs gáz a konyhában, és a fánk is elfogyott. Holnap majd gyűjtök a romok közül. Néhány sötét színű szelet kenyeret tett az asztalra, és krumpli salátát. Ebédtől maradt, mondta is mosolygott. Egyebünk nincs. Maga persze máshoz van szokva, tudom. Az amerikaiak jól élnek. De ez roskenyér, és a tápértéke elég magas. Lásson hozzá, ha éhes. Éhes volt. Erre most jött rá hirtelen. A roskenyérnek különös íze volt, sohasem evett még ilyet. Ez a háború, gondolta magában, így élnek a népek, borzasztó. Később bejött az öregember is. Egy korsót tett az asztalra, és három poharat. A korsóban bor volt, ízes, könnyű bor. A harmadik pohár után a fiú megkérdezte. Hogy lehet? Hogy maguknak nincs ennivalójuk, de boruk van. Az ennivalót összeszedték a katonáknak, de a bort nem, felelte a leány komolyan. Egyébként a saját szőlőnkből való. Minden ennivalót elvettek maguktól a nácik. A leány csodálkozva nézett rá. Nem értem, miről beszél. A nácik az egy politikai párt Németországban. Mi itt magyarok vagyunk, és háborúban állunk az oroszokkal.
Nem voltunk fölkészülve erre a háborúra, és nem tudjuk élelmezni a katonáinkat, akik a határokat védik. Így hát természetes, hogy mindent oda kell adni nekik, ami ehető. Mi éhezhetünk, ők nem, mert ők bennünket védenek. A fiú hallgatott. Nem értette, hogy miről van szó. Ezek itt védekeznek, és nekik is ezt mondták odahaza, hogy védelemből kell fegyvert fogni. Valaki hazudik itt. De ki? Nézze! Kezdte el egy idő múlva, és közelebb hajolt a leányhoz. Én ellenség vagyok, és maga rejteget engem. Ez azt jelenti, hogy maga nem ért egyet azokkal, akik a háborút csinálják. Ez azt jelenti, hogy maga nem ért egyet az országnak a kormányzati rendszerével. Akkor pedig nem tudom, hogy mégis miért. A leány fölemelte a kezét, és kezében megvillant az a kis fehér papírlap, amit fölvett a küszöbről. Egy pillanat, mondta a leány, bocsásson meg, hogy közbeszólok. Értem a szavakat, de nem értem az értelmüket. Itt valami tévedés kell legyen. Először is maga nem ellenség ezen a földön, mert maga amerikai, és mi magyarok vagyunk. Másodszor. Én nem tudom, hogy kik csinálták ezt a háborút, de azt tudom, hogy szívvel, lélekkel egy vagyok azokkal, akik ezt az országot meg akarják védeni a pusztulástól, a bolsevista veszedelemtől, és az életüket adják oda ebben a kétségbeejtő kilátástalan tusában, hogy valamiképpen távol tartsák tőlünk ezt az ázsiai hordát. Amit én nem értek, az látja egészen más. Nem értem, hogy miért akarnak maguk elpusztítani bennünket, maguk, amerikaiak, és ha már el akarnak pusztítani, akkor minek dobálják le ezeket a hazugságokat közénk? Letette a röpcédulát az asztalra a fiú elé. Az van ezen, mondta a leány, és olvasni kezdte a fekete betűs írást, magyarok, tegyétek le a fegyvert. A fölszabadító orosz csapatok a békét és szabadságot hozzák. Rázzátok le magatokról a náci rabszolgajármot. Amerika népe garantálja országotok függetlenségét és szabadságát. Kis szünetet tartott, aztán lassú hangon folytatta. Nézze, én nem tudom, hogy hol van itt ez a náci rabszolgajárom, amit le kellene rázni. De tudom az, hogy mi az, amit az oroszok hoznak. Tudom, mert a hazám egy része már a kezükön van. És a menekülők ezrei beszélnek arról, ami ott túl, a front mögött történik a falvakban és városokban. Én csak egy egyszerű egyetemi hallgató vagyok. És apám a régészet professzora az egyetemen. Lehet, hogy nem látjuk elég tisztán a világpolitikát. De higgye el nekem, azt az egyet világosan látjuk és tudjuk, hogy miért kell éheznünk és fáznunk, és miért kell harcoljanak és elessenek egymás után a testvéreink, apáink, vőlegényeink a fronton, az életünkért és a népünk jövendőjéért. Csönd volt a szavak után. Aztán a leány felsóhajtott és felállt. Bocsásson meg, mondta halkan, tudom, hogy illetlenség ilyesmiről beszélni magával, aki vendég, és talán meg se érti a szavaimat. Érzem, hogy valami nagy tévedés van közöttünk. Mi mindig tiszteltük, és nagyra becsültük Amerika népét. És nem tudjuk megérteni, hogy miért akarnak elpusztítani bennünket.
s főleg, hogy miért hazudnak nekünk békéről és szabadságról, amikor repülőgépeiken a halált hozzák, és ránk akarják szabadítani Ázsiát. Bocsásson meg. Azt hiszem, ideje, hogy aludni térjek. Bizonyára maga is fáradt. Mi korán fekszünk le, mert látja a gyertya, hamar fogy, és újat szerezni nehéz. Azon az estén sokáig nem jött álom a szemére. Feküdt mozdulatlanul a tiszta, hűvös ágyban, s agya küzdött a zűrzavarral. Hol van az igazság? Ki csinálta a háborút? Hogyan lehetséges az, hogy őt ide küldték a szabadság védelmében asszonyokat és gyerekeket ölni? Akiknek testvérei és vőlegényei ugyanakkor egy másféle egyenruhában a szabadságért halnak hősi halált. Micsoda, szörnyű, ördögi kéz kavarta így össze a dolgokat. Nehezen aludt el, és álmában napsütéses reggelre ébredt. Az üvegtelen kitört ablak előtt bomba szaggatta facsonka ágán, egy rigó ült, és vidám füttyökkel örvendett az életnek. Az Isten szeretet. Ezek a szavak jutottak az eszébe önkéntelenül, amiket a Pittsburghi Biblia tépett födelén olvasott. Az Isten szeretet. Ismételte félhangosan, és mosolyogva nézett bele az idegen ország napjába. 5 hetet töltött az amerikai pilóta fiú a magyar egyetemi tanárházában. 5 különös hetet. Egy pillanatig sem érezte idegennek magát a családban. Részt vett az életükben, segített fát gyűjteni a romok közül, krumplit ásni a kertben, megosztotta gondjaikat és örömeiket. Csöndes estéken néha az anyjáról beszélt, és a leány némán ült a nagy karos székben és hallgatta, az öreg ember meg könyvei fölé hajolva dolgozott az egy szál gyertyalángnál. Néha megjelentek az égen az ezüst madarak. Ilyenkor nem szaladt le az óvóhelyre a többiekkel, hanem kiállt a ház elé, a letarolt kertbe is nézett föl az ismerős gépekre, és arra gondolt. Talán abban ül Joe, abban ül Bob, és mindez olyan furcsa volt, olyan különös és szomorú. Szeretett volna fölkiabálni nekik, hogy vigyázzatok, én vagyok itt, tévedés az egész, valaki hazudott. De a gépek magasan voltak, iszonyú magasan, elérhetetlenül, mint egy másik világ. Néha bombákat dobtak a gépek. Ilyenkor vad fájdalom tépte belül és sírt, mint hajdan gyermekkorában. Aztán 5 hét után, egy napon, ott voltak az oroszok a városban. Már napokkal azelőtt hallani lehetett az ágyukat. Magyar és német katonák meneteltek az utcákon, porosan, tépetten és szomorúan. Menekülők szekerei nyikorogtak és csattogtak a kövezeten, pokrócok közé fektetett asszonyok, síró gyerekek, zord tekintetű férfiak a szekereken. Mintha valami rémséges, láthatatlan ostor hajtotta volna a népet nyugat felé. Napokon át nyikorogtak a szekerek, gyalogos asszonyok batyukat cipeltek a hátukon. Kezükbe síró gyerekek kapaszkodtak, s ment. Ment ez a vége fogyhatatlan gyászmenet keletről nyugatra. Aztán egy napon ott voltak az oroszok. Már este látni lehetett az ágyuk torkolat tüzét. Éjjel katonaoszlopok meneteltek át a városon. Reggelre csönd volt. Néha egy-egy puskalövés csattant valahol. A közeli házakból mindát mentek az emberek az óvóhelyre. Sokan nagy batyukat cipeltek magukkal. A fiú magára öltötte az egyenruháját,
Derekára csatolta a pisztolyt, és azt mondta a leánynak. Ne menjenek sehová. Ez a ház az amerikai lobogó védelme alatt áll. Büszkén mondta ezt, jó leső, meleg érzéssel a szíve körül. A leány csak bólintott szótlanul, az öreg ember is bólintott, és ott maradtak a házban. Vártak. Ültek a kandallós szobában, és vártak. Az öreg ember a könyvei fölé hajolt, a leány a nagy karos szék mélyén vart valamit, s a fiú fel alá járt a szobában, nyugodt, biztos katona léptekkel, az államok egyenruhájában. S néha megállt az ablaknál, és kinézett az üres utcára, a néptelen romokra. És néha mondott egyet mondatot, ilyeneket. Aztán megkeresem az amerikai összekötőtisztet. Gondoskodni fogok arról, hogy mielőbb kapjunk egy repülőgépet. Mához egy hétre már Amerikában lehetünk. Aztán megtartjuk az esküvőt. A leány néha bólintott, halkan, szomorúan, de nem szólt egyetlen szót sem. Aztán megjöttek az oroszok. Az első 8 ember rajvonalban közeledett a romok között, meglapulva egy-egy házfalánál, kőrakásnál. De lövés nem esett sehol. Jöttek, s tovább mentek. Fél óra múlva egy teherkocsi állt meg az utcasarkon, és valami 20 katona uglott le róla. Négyesével szélettek szét a házakba. Ajtók döngtek a durva csizmasaroktól, deszka recsegett, káromkodás csattant. A fiú megszorította a derékszíját, és bátor, biztos léptekkel az ajtóhoz ment. Kinyitotta, és kiállt a küszöbre. A 4 katona akkor lépett át a kidőlt kerítésen. Amikor meglátták a küszöbön az egyenruhás embert, megtorpantak, és géppisztolyaikhoz nyúltak. A fiú fölemelte a kezét. Amerika! Kiáltotta oda nekik tiszta, csengő hangon. Amerika! Officer! A 4 orosz összedugta a fejét. Aztán az egyik előre lépett. Kezében bizalmatlanul szorongatta a géppisztolyt. Legitimácia, mondta. Legitimácia! A fiú a zsebébe nyúlt, és elővette a papírjait. Az orosz közelebb jött, sunyi, sárga arcú, ferdeszemű fickó volt. Kikapta kezéből a papírokat, s hosszú ideig forgatta a kezében. Valamit morgott hozzá. A fiúnak kifogyott a türelme. Kommandant, mondta parancsoló hangon. American officer, s a házra mutatott. American house. A sárga képű fickó elvigyorodott, és visszaadta a papírokat. Amerikán továris, szólt hátra a társainak. Azok is vigyorogtak. Aztán körülvették, megtapogatták egyenruhájának finom szövetét, kedélyesen a vállára veregettek, majd félretorták az útból, és bementek a házba. Dű folytogatta a torkát, és valami furcsa félelem. Mintha nem emberekkel, hanem vadállatokkal állt volna szemben, akiknek hiába beszél, mert nem értik a szót. Hé! Kiáltotta utánuk. American house! Amerikán! Tiszt! A leghátulsó visszafordult a küszöbről, és vigyorgott. Taváris! Mondta. Taváris! S még néhány érthetetlen szót. Odalépett az oroszhoz, s próbálta jelekkel megértetni vele, hogy a házban nem szabad bemenjenek.
Próbáltam megértetni vele, hogy a parancsnokkal akar beszélni. De az oroszt mindez nem érdekelte túlságosan. A pisztolyt kezdte nézegetni, majd hirtelen kinyúlt utána, és kitépte a tokból. Hé! A fiút elfutotta a harag, és a pisztoly után kapott. Az orosz röhögve dugta el a kezét a háta mögé. Ebben a pillanatban, bent a házban felsikoltott a leány. A fiú egy pillanatra megdermedt ettől a hangtól, olyan borzalmas volt és velőtt tépő. Aztán egyetlen ugrással félretaszította az orot, és berohant a házba. Még a folyóson volt, amikor valahol lövés dördült, és utána újra fölhangzott az a szörnyűséges sikoly. A kandallós szoba ajtaja nyitva állt. Bent, a szőnyegen, arcra borulva feküdt az öreg tanár, és fejéből ömlött a vér. A szoba sarkába, a széles pamlagon, ott viaskodott a három orosz a leánnyal. Egy pillanat alatt felfogta a szörnyűséges képet. Nőtisztelő pionír őseinek minden csepp harcos vére fellázadt az ereiben, forni kezdett és robbant. Élesett, nagyot kiáltott, előreugrott és fölkapott egy széket. A kiáltása az egyik orosz hátrafordult. Duzzadt vörös arcát állati vigyor torzította, fölkapta a földre dobott géppisztolyt és lőtt. Mikor a sorozat végig csattant a szűk kis szobában, a fiú kezében már meglendült a szék, és lecsapott az ocsmány vigyorgó fejre. Még hallotta, ahogy kezében a szék recsen, aztán valami furcsa szédülés fogta el. Ujjai lassan elengedték a fát, s egy tétova mozdulattal a melléhez kapott. Lassan csuklott össze. Még érezte, hogy nyírkos a keze a vértől, és arra gondolt. Vér. S arra gondolt, meg fog halni. Homályosan, nagyon messziről látta még a két oroszt, ahogy elesett társuk fölé hajoltak, és mintha a káromkodásukat is hallotta volna. Aztán már nem látott egyebet, csak egészen közel, az arca előtt egy géppisztolyt a padlón. Orosz géppisztoly. Valami írás volt a géppisztoly fekete csövébe vésve, azt próbálta makacsul kibetűzni. Made in USA. Aztán már csak azt a nagy szőrös kezet látta, mely görcsösen markolta még mindig a géppisztoly markolatját. Valaki tévedett, gondolta. Valahol valaki tévedett. Aztán összekuszálódtak fejében a szavak és a gondolatok, elködösödtek, mind messzebb, messzebb mentek, s végül elvesztek a nagy, fekete semmiben. Kicsi Anna sírkeresztje. Elmondom, hadd tudja meg végre a világ Kicsi Anna igazi történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás, amelyik valamikor egy uradalomhoz tartozott. Az uradalom még az első világháború után megszűnt, s a gabonás a község tulajdonába ment át, de már a község sem használta esztendők óta semmire. Olyan rozoga volt. Ez alatt a gabonás alatt van egy pince, és ebbe a pincébe rejtették el a jó bölkényiek Bihorát, a kommunista Kovácsot és Weiss urat, a zsidót. Nem azért tették ezt, mintha az egész falu csupa kommunistából állott volna,
avagy túlságosan szerették volna a zsidókat. Nem. Egyszerűen csak azt tartották, hogy Bihora is ember, és Weiss úr is az, akik nem tehetnek arról, hogy az egyiknek elvette Isten a szépeszit és kommunistává tette, a másikat pedig úgy formálta, hogy zsidó legyen belőle. Mivel pedig a németek s a hozzájuk hasonló izgágák erősen vadásztak akkoriban erre a kétféle emberre, hát a mező, bölkényiek fogták magukat, s egy felleges éjszaka beköltöztették a kovácsukat, meg a zsidójukat az ócska gabonás pincéjébe. Levittek nekik két ágyat, meg két széket, és egy asztalt. Petróleum lámpát is adtak hozzá, csak éppen a lelkükre kötötték, hogyha világosságot csinálnak. Előbb tömjék be szalmával a pince ablakot. Amit tettek, legjobbkor tették a bölkényiek, mivel másnap reggel megjelent a faluban egy német katonaféle, meg két csendőr, és egyenesen Weiss urat keresték, meg Bihorát, a kovácsot. A kovácsnak a családja volt otthon, s azok megmondták, hogy az ember elment volt éjszaka, s nem tudják hova. A csendőrök összekutatták a házat, végigkeresték a falut, de Bihorát nem lelték meg. Így jártak Weiss úrnál is. Neki ugyan nem volt családja, de ott meg a szomszédok vallották be, hogy bizony nem tudják, mi lett a zsidóval. Ott volt, aztán egyszerre csak nem volt többé. A németek szitkozódtak a maguk nyelvén, a csendőrök kerestek, estig ott ültek a falu nyakán, aztán elmentek. Két hétig majdnem minden második nap visszajöttek, megjárták az erdőket is, faggatták az embereket, aztán leszoktak bölkényről rendre. Weiss úr meg Bihora pedig ültek szépen és türelmesen az ócska gabonás pincéjében, melynek az ajtaján gyermekfejnyi nagy rozsdás lakat fityegett, s annak a lakatnak a kulcsa pedig ott csüngött a kicsi Anna nyakában az ing alatt. Kicsi Anna a falu árvája volt, s egy özvegyasszonynál lakott az alvégen. Ő pásztorolta a falu bárányait, s a bárány legelő ott volt az ócska gabonás körül. Így került hozzá a kulcs. Ő volt az egyetlen, aki föltűnés nélkül ülhetetlen naponta a magányos épület árnyékába, míg bárányai szorgalmasan tépegették az öles gyomnövények leveleit, melyek a düledező falak alját ellepték. Minden hajnalban valaki más tért be az özvegyasszony házához batyúval a kezében, s vitte kicsi Annának az ebédkosztot. Így volt ez eddig is, éppen csak, hogy a batyuk lettek súlyosak és terjedelmesek, mióta Weiss úr meg Bihora a pincét lakták. Kicsi Anna pedig fogta a batyut, meg az elmaradhatatlan mogyorófa pálcát, s indult végig a falun összeszedni a bárányokat. Nem egyszer találkozott ilyenkor össze a csendőrökkel, meg a német katonákkal, de azok rá se néztek. Mit is néztek volna? Egy vézna, sápat, 14 éves leánykán, akinek két szőke hajtincsében még csak pántlika sincs. Aki mezitláb tapossa a faluporát, serény kis báránykák megett, színét vesztett ruhácskában, soványon és nagy, bámuló kék szemekkel. Akinek hangját sem lehetett hallani, aki olyan észrevétlen, amilyen csak az lehet, aki a falu árvája. Kicsi Anna pedig kiterelte minden reggel a falu bárányait az ócska gabonás melletti báránylegelőre, s leült az elhagyott épület alá. Odébb egy mélyedés volt a dudvák között, valamikor a falépcsők voltak benne, s ez a mélyedés vezetett le a pince ajtóhoz. Egy ideig üldögélt ott, aztán mikor látta, hogy sehol nem mozdul semmi a környéken, besurrant a mélyedésbe,
ügyelve, hogy nyomot ne taposson az öles gyomok között, elővette ingéből a nagy rozsdás kulcsot, s kinyitotta a pince ajtólakatját. Adjon Isten jó reggelt, mondta szelíden, mikor beadta nekik az aznapi batyut. Az ajtón kinyújtottak ilyenkor egy korsót, azzal leszaladt a vízre, majd megkérdezte, hogy kívánnak-e még valamit. Néha pénzt adtak dohányra, olykor egy-egy levelet. A kovács megkérdezte, hogy mi van otthon. Vájszur is kérdezett ezt-azt, aztán kicsi Anna újra rájog zárta az ajtót, és visszament a bárányaihoz. Napközben néha meghallotta a vájszúr füttyét, olyankor körülnézett, s ha nem volt senki, odaszaladt a pince ablakhoz. Izentek vele ezt-azt, megbízták, hogy mit hozzon holnap, s kicsi Anna becsületesen elintézett mindent. Olykor Bihora jött az ablakhoz, és halk, dörmögő hangon megkérte kicsi Annát, hogy énekelne odakint valamit, mert attól kellemesebben telik az a nyavajás idő. S kicsi Anna ilyenkor énekelt. Szívesen tette, jól esett tudnia, hogy az ő cérna hangocskája is örömet okoz valakinek. Nem is történt semmi hiba. Egy este aztán végig szaladt a falun a hír, jönnek az oroszok. Messziről ágyúzást lehetett hallani, s az embereket kigyűjtötte az izgalom a piacra. Akadtak, akik azt is tudták, hogy melyik falunál vannak már. Másnap reggel, batyu átadáskor elmondta kicsi Anna, hogy mit hallott a faluban. Felszabadulunk, örvendett meg a két ember a pincében, s erősen lelkére kötötték kicsi Annának, nehogy a nagy felszabadulás örömében róluk megfeledkezzék. Hát ettől nem kellett féljen. Az óvatos bölkényiek nagyon is számon tartották a maguk két emberét. Amikor úgy dél felé hallani lehetett már a puskalövéseket is, és néhány fülig poros német végig zörgött ló halálában rablott szekereken a falun, néhány esküdt élükön a bíróval, kivonult ünnepélyes processzióban, de igen, serényen az ócska gabonáshoz. Jössz te a kulcsal? Kiáltottak oda már messziről kicsi Annának. Úgy nyitotta ki a bíró az ajtót, mint aki szertartást végez. Úgy na! Mink magukat megsegítettük. Most aztán maguk segítsenek meg minket. Boldogan szökött elő a pincéből Vájszúr meg Bihora. Sírva ölelgették a bírót meg az esküdteket, s fogadkoztak erősen, hogy hajaszála sem görbülhet bölkényben senkinek. Még kicsi Annát is megölelgette a végén a kovács. Ne félj, kislány, mondotta nekik könnyben úszó szemekkel. Mától fogva az én lányom vagy, az ország lánya vagy, az egész felszabadult kommunista közösség lánya vagy. Meglátod, miként hálálják meg a világ felszabadult proletáriai a jó cselekedeteket. Aztán mentek nagy sietve, hogy fogadják illően a felszabadulást. Hát oroszok. Azok jöttek. Bár nagy részük a fővölgyeken haladt előre, délutára azért bölkénynek is jutott belőlük egy század. Az emberek behúzódtak előlük a házaikba. Mert akármilyen felszabadulást is hirdettek a kovácsék, az egyenruhához mégsem volt túlságosan sok bizalmuk. Majd ha ezek odébb mennek, gondolták, majd akkor meglátjuk, mit kell ünnepelni. Hanem azok nem mentek odébb. Megszállták a falut. Betódultak az udvarokba, berúgták a házak ajtaját, leütötték a falról a Krisztus képeket, ordibáltak, pisztolyjal lődözték az ólbéli disznókat,
s a házakban rátámadtak a fehér népekre. Egyszeribe megtelt a falu jajgatással, sivalkodással, lőporfüsttel. Az emberek szaladtak a falu kommunistája után, de volt annak baja egyedül is. Ott vitatkozott a kapuban három muszkával. A muszkák hajtották kifelé a tehenét, ő meg magyarázott nekik. Én kommunist, hallott tavaris, én kommunist, Sztálin, Lenin, kommunist. Dobre, dobre, bólogattak a muszkák, és elvitték a tehenét. Ponciusát ennek a világnak, mérgelődött a kovács. Nem tudok beszélni velük. Hol van Vájsz úr? Az érti a nyelvüket. Szaladtak az emberek a kovácssal együtt Vájsz úrhoz. De az már akkor ott ült egy autóban, valami tisztféle mellett, s csak ennyit kiáltott vissza nekik. Szükség van reám a városban, ha kell valami. Forduljanak csak bizalommal a parancsnok elvtárshoz. Van mellette tolmács. Azzal elrobogott. Akkor már egyetlen tébolyult sikoltás volt a falu. Tépet ruhájú asszonyok futkostak eszelősen búvó helyet keresve. Véresevert férfiak hörögtek az udvarokon. Röhögő, durva katonák vonszoltak hajuknál fogva sikoltozó leányokat. Valahol égett egy ház. Az emberek szaladtak a kovácssal a parancsnokhoz. Fél órába került, míg megtalálták. Ott ült a plébánia szobájában, elterpeszkedve. Előtte egy kancsó bor. Két katona akkor taszigált be hozzá éppen egy síró leányt. Ő? Mordult rá a kovácsra, amikor az elébe toppant. Elvtárs! Kiáltott képéből kikelve vihora. Hogy tűrheti, amit ezek csinálnak? Én kommunista vagyok, én... A parancsnok odaintette a tolmácsot. Az rámordult bihorára. Mi bajod van? Elvtárs! Fordult feléje kétségbe esetten a kovács, hogy végre talált valaki, aki megérti a szavát. Én, mint igaz kommunista, mint magyar, kérem magukat! Te kommunista vagy? Nézett végig rajta bizalmatlanul a magyarul beszélő pisztolyos ember. Igen, elvtárs, 20 éve vagyok kommunista, s ezek az emberek itt megvédtek, elrejtettek. Mit tettél a kommunizmusért? Szakította félbe türelmetlenül a pisztolyos. A kovács megzavarodott. Hogy? Azt kérdeztem, mit tettél? Miféle érdemeid vannak? Hány embert öltél meg? Hány hidat robbantottál, he? Én, húzta ki magát, bihora sértődötten. Hallja, én nem vagyok se gyilkos, se robbantós. Én becsületes, békés kommunista magyar vagyok. Munkás kommunista proletár vagyok, én elvtárs, becsületes ember. De ami itt folyik, a szörnyűség, az megcsúfolása Marx tanainak, az... Mars ki! Üvöltött rá a tolmács, azzal fölkapta a parancsnok asztaláról a szíjkorbácsot, és teljes erővel végig sújtott bihora fején. Mars ki, disznó! Még bírálni mered, pimasz kulák létedre, hogy mit csinálunk! Mars ki! Azzal ütötte... Verte a szíjkorbáccsal, ahol érte. Bihora vakon támolygott ki a plébániáról. Érezte, hogy csurog arcáról a vér, de nem az fájt. Hallotta a háta mögött sikoltani, a szerencsétlen behurcolt leányt, durva állati röhögést hallott, s ez fájt rettenetesen. Hogy ezek azok, akikre 20 évig várt, akikben úgy hitt, mint a papok a maguk istenében, akik a szabadulást, az emberiességet, az egyenlő jogokat és a boldog békességet hirdették. Ezek azok. Félrelögték, belerúgtak,
csak támolygott vakon az utcán. Valaki elébe futott. Egy öreg asszony. Bihora úr, jöjjön gyorsan, jaj, én Istenem, kicsi Anna, 8-an is reálmentek arra a gyerekre, jaj, Istenem, jaj, ilyet kellett megírjunk, jaj. Csak annyit hallott, hogy kicsi Anna. Megrázkódott ettől, pillanat alatt magához tért. Nem, ez nem szabad megtörténjék, minden csak ez nem. Ha ez megtörténik, vége a világnak. Rohant az alvég felé. Lihegve, hörögve csörtetett be a szűk kis udvarba. Az ajtó nyitva volt, szélesen, mint az olyan ajtók, ahonnan a rémség elűzte a gazdát. Minden csak ez nem. Fölkapott a fal mellől egy heverő karót, bevágódott az ajtón. A szűk kis ház tele volt katonákkal. Gonosz vigyorgásokkal tülekedtek az ágy körül. A kovács közéjük ugrott a karóval. Kifelé innen, disznó, kifelé, bitangok, aljasok, kifelé! Leütötték hamar. Csizmák tapostak reá, rúgások érték. Fejbe vágták. Még ájultan is ütötték, rúgták. Azt hitték halott. Kidobták az udvarra. Hajnalban akadt reá a felesége. Úgy vitték haza, sarogján. Véres habot hörgött az egész falu, azon az éjszakán. Kicsi Anna másnapra meghalt. Akkorra már odébb mentek a katonák, csak egy komiszár maradt utánuk. Géppisztollyal uralkodott a plébániáról a fölszabaduláson. Pap nélkül temették kicsi Annát. A plébánost pincébe zárva őrizte a komisszár. Alig volt a temetésen valaki. Sok embert, asszonyt és leányt temettek még azon a napon. 3 hétig feküdt Bihora a kovács. Akkor fölkelt valahogy, átvászorgott a műhelybe, és hosszasan matatott ott. Mikor kijött, vadonatúj sírkereszt volt a vállán. Nem nézett senkire, csak egyenesen a temetőkertbe ment. Megkereste a kicsi Anna sírját. Nagy lehezen felállította reá a keresztet. A kereszt fájába bele volt égetve fekete betűkkel. Itt nyugszik kicsi Anna és a szabadság. Állt előtte még egy ideig, és nézte. Talán imádkozott is. Aztán hazaván szorgott, és visszafeküdt az ágyba. Másnap hívatta Bihorát a komisszár, a temetőbe. Mi az ott? Ordított rá dűtől vörösen, s rámutatott korbácsával a keresztre. Kereszt! Felelte Bihora keményen. S neked meghalt a szabadság? Bihora ránézett a komisszárra, egyenesen a szemébe. Nem csak nekem, elvtárs, mindenkinek, aki itt él. Már csattogott is a korbács Bihorán, aztán elvitték. 1/2 év múlva került csak elő, elcsigázottan, nyomorékra verve. Akkor már egyetlen keresztfa sem állott a bölkényi temetőben. A komisszár ledöntette valamennyit. Mert a kereszt a reakció jelvénye, s még a halottaknak sincs joguk reakcióhoz a felszabadulás országában. Egy napon kis tölgyfa csemetét hozott be Bihora az erdőről. Egyenesen a temetőkertbe vitte. S ráültette kicsi Anna sírjára. Oda éppen, ahol a kereszt állott volt. A plébános úr ott sétált éppen a sírok között, s meglátta a kovácsot. Mit csinál itt jó ember? Keresztet ültetek kicsi Anna sírjára, plébános úr, kérem. Aztán, látva a plébános csodálkozó arcát, hozzátette még halkan.
Ebből ácsolok majd keresztet egyszer, ha eljön rá az idő. Nézte a plébános a kis tölgyfacsemetét, s mellette a törődött arcú megvénült embert, aztán sóhajtozott. Isten tudja, mikor lesz az vihora. Az ember ott ült a sírnál, aztán ránézett a papra. Konok tűz sötét lett a szemében. Mentől később lesz, plébános úr, annál nagyobb és szebb lesz majd a kereszt. De akkor már csak annyit kell reáírjak, tette hozzá lassan, hogy itt nyugszik kicsi Anna, mert a szabadság addigra föltámad. Vitézek igazsága. Ferkó, aki a bárányokat legeltette volt, ő látta meg elsőnek a lezuhanó repülőgépet. Égett a farka. Csúnya, fekete füstboltot húzott maga után, s aztán csak lesuppant a békató nádasába. De erre már Ferkó is felszökött a tarlóról, ott hagyta az egykedvű bárányokat, és szaladt be a tanyára, mintha eszét vették volna. Édesapám, gyűjjenek már gyorsan! András gazda a csűrben vallatta cséppel a búzát. Tilos dolog volt az akkoriban, s így aztán felhorkant nyomban a kiabálásra, s kezében megállt a hadaró. Mi a baj te? Katonák jönnek? A gépmadár, lelkendezett a gyerek, leszállt a békatóra. Úgy fistel, mint maga az ördög, gyűjjenek már gyorsan, ilyen még nem volt. Hogy a fene a dolgát, csóválta meg a fejét András gazda rosszallólag, aztán megindult hosszú, nehéz léptekkel a békató felé kárt látni. Ferkó alig győzött lépést tartani vele. A nagy igyekezettől még a kalapját is ott felette a csűrszögén, s ezt a méltóságbeli fogyatékosságot hamarosan észre is vette. Hogy javítson valamit a bajon, a szénakazlak mellől fölkapott egy elhajtott ócska villanyelet, s előléptette nagysebesen Botnak, mert hát egy tanyás gazda, mégiscsak tanyás gazda, bármiféle röpködő masina pottyanjon is a békatóba. Átvágtak a tarlókon, végig a török búza föld mesdjéjén, keresztül a réten, egyenest a füst irányába. A nádas széléig el is jutottak. Megkerülték a túlsó oldalról, de a füst belülről jött, a nádas közepiből, s azon kívül már csodálni való nem volt sehol. Sőt, lassacskán az is oszladozni kezdett. Hát álltak ott és nézték. Be kellene menni, kockáztatta meg a gyerek. A vérszopók közé, hökkent meg az apja, a masinához. Azt már nem, rándított egyet András gazda a nyakán. Jöjjön ő ki, ha akar, mink idehaza vagyunk. Mintha csak erre vártak volna oda bent a nád között, mert egyszerre csak suhatolás támadt, s cuppogás is hallatszott, mint amikor iszapot dagaszt valaki. Hökkent meg a gyerek. Egyszerűen a masina gépésze lesz, vélte András gazda. Tehát nem szerecseny, ne? Azt mondják, hogy azokban az amerikános gépekben emberevő szerecsenyek ülnek, suttogta a gyerek, azok dobálják alá a bombákat. Ne fussunk odébb, édesapám! Ettől a lehetőségtől már András gazda is meghökkent egy keveset, de aztán megmarkolta jól a Botnak kinevezett villanyelet. S ha még olyan szerecseny is, mondta ki a szót. Milyen az igazság a békatóban, nem pedig az övé. Mit repked a más földje felett? Azzal csak álltak, keményen, és vártak. Mint egy szöveg, meg egy nagy szöveg. A nád pedig zörgött, suhogott, s már látták a hajladozását is. Aztán megnyílt soványon, s egy ember tántorgott ki belőle. Csak abból lehetett tudni, hogy ember volt, mert alul lábakban, fölül meg fejben végződött. De egyébként csupa mocsok volt,
s még a lábai közül is, csak az egyik ért valamit, a másikat úgy húzta maga után, mintha kölcsön kérte volna. Éppen csak, hogy kibucskázott a nádasból, s már ledőlt a gyepen, akár egy szenes zsák. Hörgött, hogy rossz volt hallani, nem is kelt lábra többet. Egy ideig csak nézték. András gazda a marokra fogott bottal, Ferkó meg aggodalmas pislogásokkal. Így néz ki a szerecseny, édesapám, kockáztatta meg a gyerek. Én azt nem tudhatom, vallotta be az apja, mivel hogy szerecsenyt még világ életemben nem láttam. De bajba jutott embert láttam többet is, s ez azok közé tartozik. Márpedig a bajba jutott emberen segíteni kell, ha szerecseny, ha nem, ez az igazság. Azzal eldobta a villanyelet, fölnyalábolta az iszapos embert a vállára, s ünnepélyesen bevonultak vele a tanyára. Hogy szerecseny nem volt, az kiderült a mosdótekenőben hamar. De sebesülés az volt a szerencsétlenen annyi, hogy 10-nek is elég lett volna. Kimosták a sebeket, ahogy lehetett, jóféle szilvapálinkával, foghagymás tapasszal be is kötözték sorra, aztán vitézné asszony megvetette a dunyhás ágyat bent a tiszta szobában, s belefektették a vendéget. Úgy elsüppett a párnákban, hogy semmi se látszott ki belőle. De jó is volt, hogy így történt, mert alig csépelt ki András gazda egy újabb vékára való búzát a csűrben, már megint szaladt le a gyerek a tarlóról, hogy most meg valami katonafélék bukkantak föl az akácos úton a falu felől. Éppen, hogy el tudta takarítani a cséplés nyomait, s már ott is voltak a nyakán. Már pedig sokan, s hozzá németek. Egy hosszú, csontos ember, nyilván valami őrmesterféle, egyenesen odajött András gazdához, s szőrös nyelvű svábhoz illően, gyötörve a magyar nyelvet, kimondta a törvényt. Szakasz infarteriszt foglalja el tanya. Itt csinálj front, értem? Érteni értem, vakarta meg vitéz András, gondtelten a fejét, csak azt az egyet nem értem, hogy ennyi sok győzelemmel miképpen hozhatták ezt a fenefrontot ide az én tanyámhoz. De ne félj semmi, legyintett a német, mink megvédünk tiet, tanya. Ez is Führerbefehl. Akkor jó, egyezett bele vitéz András a változhatatlanba, s ha már itt vannak, hát érezzék otthon magukat nálam. Ebben az egyben nem is volt hiba. Otthon érezték azok magukat, nagyon is. Megtöltötték a csűrt, a szénapadlást, s ami megtetszett nekik, azt kérdezés nélkül elvették. Egy szóval értettek nagyon a vendégeskedéshez, mintha egész életükben egyebet se tettek volna. Az istállóból kihajtották a legszebb üszőborjút. Le is vágták sebesen, s olyan vacsorát rendeztek belőle, hogy csak úgy gömbölyödött a hasuk. Vacsora végeztével aztán bejött a németek őrmestere a házba. Hé, ember, van neked bor? András gazda a lóca felé bökött az állával. Üljön le, ha már itt van. Én nem azért jött, hogy ül, perlekedett a németén. Azért jött, adj bor. Ha leül, van bor, ha nem ül, nincs bor, nézett keményen a szeme közé András gazda. Mi? Értetlenkedett a németek őrmestere. Megvan bor, vagy nem megvan? Vendég számára megvan, más számára nincs. Ez az igazság, mondta ki vitéz András a törvényt. Furcsa igazság, csodálkozott a német, de azért leült. Így aztán előkerült a fonott korsó, s ittak. A német hamarosan kipirosodott, szónokolni kezdett a németek dicsőségéről, s arról, hogy ő náluk nagyobb nincsen sem égen, sem földön.
Aztán egy idő múlva akadozni kezdett a nyelve, majd rendre rágörbült az asztalra, s végül egészen elszomorodott. Mikor már a sírásnál tartott, András gazda ölbe vette, mint egy gyereket, s bevitte a belső szobába. Lefektette a részegembert ügyesen a másik ágyba, a sebesült amerikánus mellé. Másnap hajnalban, amikor fölkeltek, hogy megetessék a jószágot, a németeknek odakint hűlt helyüket lelték. Sem a csőrben, sem a szénapajtában nem volt belőlük egy fikarcnyi sem. De hiányoztak az istállóból az állatok is mind. Lovak, ökrök, tehenek, borjak, juhok, disznók, mind egy szálig. Magnak való sem maradt belőlük. Hény, azt a keserves nem jóját a fajtájotoknak, vágta földhöz András mérgiben a kalapját. Sze ezek tolvajabbak a tolvajnál is. Hogy az a ménköves, megveszekedett isten nyila, s káromkodott úgy, hogy még a kút gémje is meghorgasodott tőle. Az asszony meg sírt az üresre kopaszodott csűrben, akár az ápor eső. Még csak ki sem búsulhatták magukat rendesen, mikor egyszerre csak felpattant a házajtaja, s jött ki a németek örmestere nagyizgatottan. Tántorgott még, s zöld volt az ábrázata a részegségtől, de a szeme táncolt örömében. Ember! Kiabálta, kötelet hozol gyorsan! Közd föl magad egyedül! Mordult rá András gazda mérgesen, s még hátat is fordított neki. De a német nem hagyta magát. Ellenség van az ágyban, rikoltozta képéből kikelve. Amerikán pilot, hozott kötél gyorsan megkötözött fogoly. Kötlek én téged, anyád ne sirasson, zördült rá András gazda. Hol a súlyba vannak a lovaim, marháim, gabonám, mi, arra felej? Ló, marha? Bámult rá a német. Elvitték a katonáit, súly essen a fajtádba, kesergett András. Ó, hát ennyi baj csak, legyintett az őrmester. Háború megvan, nem te tudod? Sok szoldát kell enni, majd visszakapol mindent, ha megnyertük a háború. Csak kötelet hozol gyorsan. Viszem amerikán fogoly, kapom szép vaskereszt. Kapsz mindjárt egy fa keresztet tőlem, dohogott András gazda, a sírod fölibe, amibe én duglak bele, miután agyonütöttelek. Ferkó, aki a csőr ajtajában állott eddig, s bámulta nagy ijetten a bajt, nyomban fölkapta az erdő írtóbaltát, s egy szökéssel az apjánál volt vele. Itt van, édesapám, nyújtotta a szolgálat készen a szerszámot. A német rázta a fejét bosszúsan. Nem megértelek téged, magyar! Nem értesz? Markolta meg Vitéz András a baltát. Hát ide figyelj, először is, ez az én tanyám. Ezt érted? Mindent a szőrös fülödnek? Ezt igen, bólintott az őrmester. Na hát, másodszor vendégül láttalak mindnyájatokat, becsülettel, igaz? Na, na, emelte föl a német az ujját. Nem, vendég, meg vagyunk. Hát mi? Dicsőséges német katona, ki megvédi tiéd ház? Mi a nénét kontját védtél? Futott el újra Vitéz Andrást a méreg. Kifosztottatok, kiraboltatok, ennyi az egész. Bejöttetek a tanyámra, és én vendégül láttalak, mert ez az igazság. De hogy a vendég lopjon és raboljon, az már nem igazság. Az háború, rántott egyet a német a vállán. De most ne beszélj annyi, hanem hozz kötelet. Ellenség van a házban. Az én házamban nincs ellenség, csak vendég, mordult föl András gazda. Neked amerikánus katona vendég? Kapta fel a fejét a német. Nekem mindenki vendég, aki a házamba jön. A német szeme megszigorodott. Ha neked amerikán katona vendég,
akkor te is meg vagy, ellenség, akkor te is fogoly vagy. Adj kötél, én téged kötöz. Mege? Muszáj. Führerbe fel. Vitéz András odalépett a német elé. Nagy indulat feszítette, de legyűrte magában a belső kívánságot. Csak éppen megállt, nagy keményen a német előtt, s megmutatta neki az ormótlan nagy baltát. Látod-e ezt? Látom hát, bólintott jámborul. Hát akkor tudd meg azt is, hogy az én házamban csak nekem van jussom háborút csinálni. Ez az igazság. Aki pedig nem tartja tiszteletben ezt az igazságot, azt én úgy megsújtom ezzel a baltával, hogy menten hősi halottá változik. Ezt megérted-e? A német éppen feleleten gondolkodott, amikor Ferkó elkurjantotta magát. Katonák gyűnnek esmént, édesapám. Arra néztek, mind amerre a gyerek mutatott, s hát valóban, a török búzás széliben egy tucatra való egyenruhás ember mozgott. Jesszasz, nyikkant föl a német, ruszki katonák. Azzal sirült is be nagy szaporán a házba. András gazda nézte a török búzás széliben mozgó embereket, de hamarosan kiderült, hogy nem a tanya felé jöttek. Odébb húzottak lassacskán, s nem sokára lövöldözés is kezdődött valahol. Ejszen háborúznak, szólt oda a családhoz. Gyerünk be a házba, műnk is. A német sápadtan guggolt az ablaknál, s kezében egy ménykű nagy pisztolyt szorongatott. Ne félj semmit, nyugtatta meg Vitéz András, az én házamban vagy. Ha én békét hagyok nekik, ők is békét hagynak nekem. Ez az igazság. Valóban, a lövések zaja egyre távolodott. Kis idő múltával a gyerek kimerészkedett a tornácra. Sirült is be hamar nagy pirosan. Az egyik visszatért, jelentette, egyenest ide tart. Az ablakhoz ugrottak. Valóban egy orosz egyenruhás ember ott jött cammogva a szilvás kerten át. Nagyon lassan mozgott, mint akinek baja van. A német előhúzta újra a pisztolyát, az orosz sántikálva bejött az udvarra, és egyenesen a kúthoz ment. Puskáját a vájúhoz támasztotta, s kezdte föltűrni lábszárán a nadrágot. András gazda fejébe nyomta a kalapot, s kiment. Adjon Isten, köszönt rá a muszkára a kúdnál. Zdrázvigye, morgott az is vissza bizalmatlanul. Megnézte a sebet, aztán intett az embernek. Gyere be a házba, bekötjük, gyere na! Az orosz bejött. A németnek nyoma se látszott sehol, csak az asszony intett a szemével, hogy ott van a belső szobában. Kimosták a sebet, s bekötözték. Aztán ételtettek az asztalra, s bort. Vendég vagy muszka, egyél! A sebesült evett. Megivott utána két pohár bort is, aztán lábra kelt, s ide-oda bicegve nézegetni kezdett. Végül benyitott a szobába, a belsőbe. Abban a szempillantásban előugrott az ajtó mögül a német, kezében a pisztolyjal s nagyot ordított. Halt, ruszki! Hende hoch! Szegény ruszki úgy megijedt ettől, hogy alig győzte levegőbe kapni a kezeit. Ho-ho-ho-ho, örvendezett a német. Két ellenség fogom meg egyszerre. Egy amerikán, egy ruszki. De erre már Vitéz Andrást is elhagyta a béketűrés. Odalépett a némethez, s úgy ütötte kezéből ki a pisztolyt, hogy a szoba másik végébe repült. Ettől azonban új baj támadt megint. Mert most meg a muszka rántotta elő, egy éppen akkora pisztolyács, ő vigyorgott rá a némettel. Nemecki, davaj!
Más nem tehetett, rávetette magát a muszkára is, s kicsavarta kezéből a pisztolyt. Márpedig itt emberölés nem lesz, mondta ki a törvényt szigorúan. Kárba veszett a szó, mert ekkor meg a német húzott elő egy hosszú kést. A muszka se volt rest, ő is elővette a magáét. Úgy álltak szembe egymással, mint két mérges kakas. Se az apátok nem jóját, bosszankodott meg Vitéz András ekkora megáltalkodottságon, s azzal fölkatta az ajtó mellől a furkosbotot, s egyet a német fejére koppantott vele, egyet meg a muszkáéra. Ettől aztán elnyúlt a padlón békésen mind a kettő. Úgy na, mondta lihegve, amikor visszatámasztotta a botot a helyére. A békességet mégiscsak megőrzém valahogy. Az amerikánus ült az ágyában, s nevetve rázta a fejét. András gazda meg fölnyalábolta egyenként a németet is, meg a muszkát is, s végig nyújtoztatta őket az ágyon. Szép békésen feküdtek egymás mellett. Tán nem hódtak meg, aggodalmaskodott Ferkó. De szuszogtak mind a ketten. Így hát magukra hagyták őket az amerikánussal együtt. Később újra föltűnt egy rakás katona az úton. A falul felől jöttek. Muszkák voltak azok is. Tán jó lenne, ha a németet eltakarítanánk az útból, vélte az asszony. Megfogták hát ügyesen, és fölvitték a hiúba. Befőtték ócska zsákokkal, s még a fejetlen fuszujkát is tetejébe hányták. Ideje is volt, mert a muszkák már ott voltak a tanyán. Szoldát! Szoldát! Kiabáltak Andrásra nagy gorombán, amikor kiment elébük az udvarra. Mert hogy szót nem lehetett érteni velük, gyerekkel próbálta tudtokra adni a sebesültek dolgát. Valamit megérthettek belőle, mert bementek a házba, s megnézték őket. A muszka aludt, s mert látták rajta a kötést, hát békén hagyták. Az amerikánusnak csak a papírjait vizsgálták meg, aztán eltakarodtak. Alig esteledett, Vitéz András fölment a hiúba, s lefejtette a németről a fuszújkát, meg a rohadt zsákokat. Itt egy rendcivil ruha. Vegye magára, s aztán menjen Isten hírével, amerre lát. Itt most muszkáké a világ. A német hamar megértette, miről volt szó. Magára húzta a viseltes gúnyát, lemászott a lajtórján ügyesen. Az asszony közben tarisznyált neki valami útravalót, azt még megköszönte, s már ment is. Az éjszaka elnyelte gyorsan. Másnap reggel a muszka ébren volt, amikor rájuk nyitották az ajtót a reggeli kávéval. Gyanakodva pislogott, de nem szólt egy szót sem. Megette, amit elébe tettek, aztán kibújt az ágyból, magára kapta a holmiát, és elsántikált a falu irányába. Délfelé azonban új muszkák jöttek. Rárontottak a tanyára, mindent feldúltak, felforgattak, a sánta vezette őket. Hol a nemecki? Ordítottak Vitéz Andrásra. Elment, felelte Kurtán. Miért engedted, hogy elmenjen, disznó, német barát, náci bérenc, fasiszta, kutya vagy? Azzal nekiestek, ahányan voltak, s kezdték verni kegyetlenül. Az asszony sírva szaladt oda, hogy kimentse a kezükből, erre őt is agyba főbe verték. Ferkó ész nélkül ugrott be az amerikánushoz. Gyűjjön gyorsan, ölik édesapámat! Bár a szavakat nem értette meg, de tudhatta, hogy miről van szó, mert megpróbált kikecmeregni az ágyból, de alig ért padlót, a lába összeesett. Csak kiabálni tudott onnan, de arra nem ügyelt senki. András gazda akkor már vériben feküdt a tanya udvar földjén. Mellette az asszony. A muszkák berontottak a házba, szétdobáltak mindent, aztán kihurcolták a kiabáló amerikánust, feldobták egy szekérre, s elvitték.
elmenőben még tüzet tettek a házra, meg a csűrre. Ferkóval senki se törődött. Látta apját, anyját vérbe mocskolva az udvaron feküdni. Látta, hogy égni kezdett a ház meg a csűr, s látta elmenni a lármás idegen katonákat. Aztán csak a tűz maradt, és ő. Leült az anyja mellé a földre, és sírt. Pattogtak a zsindelytetőn a lángok, gerendák roppantak vörösen, s érezte, hogy vége van a világnak. Megpróbálta elhúzni anyját a tűz közeléből, de iszonyú nehéz volt. Nézte az arcára dermedt vért, üveges nyitott szemeit, ahogy a messzeségbe bámultak föl az égre, mintha onnan várta volna valami csodát. Egyre növekedett a hőség. A csűrfala bedőlt, új lángok csaptak a magosba. Apjához ugrott és megrázta, édesapám, ébredjen már, édesapám! Vitéz András, véres szája széle alig észrevehetően megmozdult. Ferkó fia, hajolj közelebb, valamit mondanom kell. A gyerek reszketve tartotta oda a fülét az apja szájához. Suttogva, alig hallhatóan jöttek elő a szavak, valahonnan a mélységes mélyből, mintha csak a halál mélységéből jöttek volna már. Én egyszerűen bevégeztem, Ferkó, suttogták a szavak, mert valahol baj történt az igazsággal azért. De neked élned kell, érted-e? Mert reát testálom a jussomat az igazsághoz. Érted-e, Ferkó? Meg kell keresned, fiam, hogy hova lett, mert az igazság az nem vész el soha, az megvan valahol, csak meg kell keresni. Te erigy, s keresd meg, s addig haza ne jöjj, míg meg nem találtad, érted-e? Segítsen meg, a jó Isten. Elhalt a suttogás, a fej félre billent, megmerevedett, s a szemek elbámulva néztek a semmibe. A szavak visszahultak a semmibe, s a száj nyitva maradt mögöttük, mint a lakatlan házak kapuja. Valami nagyot roppant. Akkor dőlt be a tornác a tűz súlya alatt. Néhány égő gerenda vörös kígyóként gurult feléje, a fiú rémülten fölsikoltott, talpra szökött, és futni kezdett. A halál forró leheletét érezte az arcán, ingébe belekapott a láng, úgy kellett futtában letépje magáról. Aztán csak szaladt, szaladt. Tarlóföldeken és török búzásokon át, réteken, szántásokon keresztül. Szaladt, szaladt. Valahol aztán aléltan leroskadt, és sokáig feküdt ott, mozdulatlanul. Talán egy napig, talán kettőig. És amikor újra lábra állt, már nem az a Ferkó volt többé, aki valakor, valamikor Isten tudja, mikor báránylegeltetés közben meglátta az idegen gépmadarat a békatóra alá zuhanni. Egy másik Ferkó volt, akinek a homlokán, a két szeme között ott szigorodott már az első éles ránc. Fölkelt, leverte magáról a port, és elindult. Nem vissza a leégett anya felé, hanem ellenkező irányba. Vissza se nézett, csak ment, s azóta is csak egyre megy. Itt-ott megpihen néha, dolgozik ezt-azt, hogy élni tudjon. De maradása nincs, mert ott suttog egyre a fülében apja utolsó szava, reát testálom a jussomat, Ferkó, az igazsághoz. Meg kell keresned, hogy hova lett. Ferkó keresi az igazságot,
ami még megvolt, amikor azt mondta az apja, a bajba jutott emberen segíteni kell. És amikor azt mondta, vendég számára van bor, más számára nincs. Ott volt az igazság még akkor is, amikor épséggel szöktették ki a németet ének idején a házból. Amikor épségben távozott a sebesült Muszka, meg az amerikánus. De aztán csak vége lett az igazságnak. Ellopták, meggyilkolták, Isten tudja, mi történt vele. Valahol meg kell lennie, gondolja Ferkó, mert azt mondta volt apám, hogy az igazság nem vészel, soha csak meg kell keresni. Így biztatgatja magát, amikor eszébe jut a borzalmas nap, s mindaz, ami történt, s megy, megy tovább. Már járt a németnél, de a német hallani sem akart a vitézek igazságáról. Ő szerinte az nem volt igazság, hogy a vitézek házában nem verték agyon az amerikánust, és nem szúrták le a Muszkát. Az amerikánusnál is volt azóta Ferkó, de az meg azt mondta, hogy vitézeknek nem is lehetett igazságuk, mert nem gyilkolták meg a németet, tehát kollaboránsok voltak. Így kallódik Ferkó ma is, egyiktől a másikig, és keresi azt a bizonyos igazságot, ami az apjáé volt, de elveszett. Vas Albert, valaki tévedett, elbeszélések 1945-1950. Még csak a nyomát sem lelte ugyan meg ezen a szennyben taposott világon, de azért megy hűségesen tovább, és keresi becsülettel, mert tudja, hogy valahol meg kell lennie. Tudja, hogy egy szép napon megkerül, csak keresni kell. Isten megsegíti azokat, akik az igazságot keresik. Ezt még az apja mondta volt, utolsó sóhajával, ott az égő ház előtt. Az új aradi vértanú. Megpróbálom elmondani úgy, ahogy történt. Az embert Kovács Kis Istvánnak hívták, és fuvaros volt. Egy rossz lóval hordta esztendőkön keresztül a gabonát, fát, téglát, vagy ami éppen akadt. Úgy kinézésre olyan volt, mint minden fuvaros ember. Kissé görbült a dereka, a sok szekerezéstől, állig alácsüngő fakóbajusza alatt dörmögő szavú, ami pedig abból származott, hogy többnyire csak a lovával beszélgetett, s annak elég mindegy volt, hogy érthetően ejtette a szavakat, vagy nem. Cserzett, barázdás arcában apró, sötét nézésű szemek ültek, kissé mélyen, a bozontos szemöldökök alatt, s többnyire elgondolkodva nézték a világot onnan a szekerezésről. Volt is, mit nézzenek, s gondolkodjanak rajta, mert szép formája volt ám a világnak, ott arat körül, kellemetesnek látszó formája. Aki úgy a menő szekérről nézegette, az könnyen hihette volna azt is, hogy ember számára élnivalóbb világ nem is volt lehetséges. Pedig bizony, nem volt élnivaló az a világ, amelyiknek útjait Kovács Kis István szekerével rótta. Mert hogyan is lehetne élni való az a világ, amelyikben mihelyt városba teszi bé a lábát az ember, azon nyomban neki szegzik a kérdést. Hát te, hova tartozol? Az ilyen kérdésekre Kovács Kis István rendszerint ezzel felelt. Én a fuvarosokhoz.
A kérdező, aki rendszerint fiatal volt, és egyenruhát vagy úrigúnyát viselt, és vagy a város piacán hegykélkedett, vagy valamelyik hivatalban izgágáskodott, nem nyugodott bele az ilyen válaszokba, hanem makacsul tovább firtatta a dolgot. Jó-jó, de micsoda fuvarosokhoz? Hát biza a szegény fuvarosokhoz, vallotta be erre Kovács István a teljes igazságot. A kérdezősködő azonban még mindig nem hagyta abba, akár hivatalbéli volt, akár piaci lézengő, sőt, egyre bokrosabb lett. Igen, igen, de török, tatár, cigány, mi? Ettől aztán egyből melege lett kis Kovács Istvánnak, és kihúzta a derekát, amennyire tudta. Magyar! Nézett szemébe a kérdezőnek. Erre aztán rendszerint az következett, hogy az illető hosszasan és meglehetősen emelt hangon megmagyarázta neki, miszerint Arad és környéke Romániában van, s így ott csak románok számára teremhet kenyér és levegő. Aki pedig nem akar román lenni, az legjobb, ha szedi is nyomban a sátorfáját és átmegy Budapestre, mivel hogy ott van a magyarok helye, nem pedig Aradon. Kovács kis Istvánnak volt annyi esze, hogy az ilyenféle oktatásra nem felelt semmit. Behúzódott a bajsza mögé, stűrte szótlanul a világrontó beszédet. Mit is mondhatott volna? Hogy az ő helye nem Budapesten van, ahol soha életében nem járt, hanem itt, Új-Aradon. Két holdacska hely, ami még az apjától maradt, s egy házacska rajta, abban pedig az asszony, s négy gyerek. Az izgága úrfiakat az amúgy sem érdekelte volna. Különben is egyébről volt szó, egészen más valamiről tudta ezt jól Kovács kis István. Arról volt szó, hogy érthetetlen okból különböző nyelveket beszélő népek lakják ezt a földet. De ha különböző is a nyelv, bizonyos dolgokban egyformán gondolkoznak mindnyájan. Főképpen abban, hogy csak annak van joga az élethez, aki olyan nyelven beszél, amilyen nyelven a hivatalos rendeleteket írják. S mert Aradon azokat a rendeleteket egy idő óta nem magyarul írták, hanem románul, türelmesen belátta szegény Kovács kis István, hogy ő a beszélgetésben csak odáig mehet, ameddig eljut magyar voltának bevallásáig. Azon túl már csak annak van jussa beszélni, aki a rendeletek nyelvét valhatja magáénak. Előfordulhat az is, hogyha magyarul szólalt meg valahol, lehorták, bangyilnak, töröknek, arcul köpték, s meg is pofozták. Mindez szervesen hozzátartozott Kovács kis István életéhez, akár a kalapja, vagy az ostora kezében. Avagy az ország útja a maga kutyáival, vagy éppen a világ, ami körülötte volt, újra csak a maga kutyáival. Viselte tehát türelemmel, mert hiszen így adódott az élet, s ez volt a sors. Nem hősiesen viselte ezt a sorsot, csak egyszerűen viselte, mert ott volt, és viselnie kellett. Magyarnak született, s ezen nem tudott segíteni. Minthogy nem tudott segíteni azon sem, ha szakadt a zápor, s ő bőrig ázott a szekér mellett. Vagy fújt a szél, vagy havazott, így volt, mert így adta az Isten. A pofonok együtt jártak az élettel, s még csak tűnődni sem lehetett fölöttük sokat, mert gondolni kellett a kenyérre, ami pedig akár román volt, a maga nemzetisége szerint, akár nem, bizony, mindenkor elég nehezen került a házhoz. Dolgozni kellettet érte keményen. Egyszer aztán megbojdultak az izgága úrfiak bent a városban. Igen erősen. Először csak azt hirdették meg,
hogy ki kell pusztítani a zsidókat. Aztán meghirdették, hogy ki kell pusztítani mindenkit, aki nem román. Végül pedig azt hirdették, hogy itt a háború. S néhány napra rá elvették Kovács kis Istvántól a lovát, meg a szekerét. Enélkül nincs háború, mondták neki, s örvendjen, hogy nem viszik el őt magát is. Nem tehetett mást, napszámba kezdett járni. Fát vágott, kertet ásott, málét kapált, zsákot hordott, ami éppen akadt. Egy napon ott dolgozott az állomásnál. Gabonás zsákokat raktak föl vasúti kocsiba. Ahogy ott dolgoztak, egy vonat érkezett be éppen, s nem messze tőlük megállt. Csupa marha kocsi. De nem marha volt azokban, hanem ember, mindenféle ember. Öreg, fiatal, asszony, gyerek. Összepréselve szorosan, jajgatva és imádkozva. Zsidók, mondta mellette valaki, s Kovács kis István letette válláról a zsákot. Tán csak nem, riadt meg benne az ember. Aztán csak állt a zsák mellett, s nézte fakó döbbenettel a szörnyűséges vonatot, mely nyöszörgő emberhúst szállított valahová. Az állomás mögül román katonák tereltek ki egy sereg embert a vonathoz. Fáradtan botorkáltak, szegények a szuronyok között, sápadtan, remegő szájjal. Vállukon rongyokba kötözött batyú. Zsidók voltak, aradi zsidók. Néhányan sírtak, öreg asszonyok botladoztak, durván taszigálták őket a katonák. És akkor hirtelen meglátta a zsidók között Mándli urat, az újaradi fűszerest. Ruhája tépet volt és piszkos, kalapja gyűrötten a fejébe nyomva. Ott vonszolta magát a többi között, és nem nézett se jobbra, se balra, csak egyenesen maga elé a földre, s egyik karjába egy gyermek kapaszkodott, másikba egy szomorú, sovány asszony. Mándli úr, hördült föl Kovács kis István. Mándli úr! Két esztendeje már, hogy haragban állottak a fűszeressel. Fuvarozott neki valamit, s a fizetésnél meg akarta csalni a zsidó. Szóváltást támadt közöttük, a boltos a rendőrt hívott, s a rendőr neki adott igazat egy pohár pálinkáért. Kovács kis Istvánt elkergette onnan, még meg is pofozta. Azóta haragudott Mándli úrra. Az asszony is attól kezdve másfelé járt vásárolni. Valami régi tartózások is volt a boltban, nem sok, talán egy liter kőolaj ára, de bosszúból azt se fizették ki. Később el is felejtették ezt a tartozást. De ott az állomáson egyszerre belenyilalt Kovács kis Istvánba a lelkiismeret. Lázas kézzel kotorta össze a zsebeit. Innen is előkerült valami kis pénz, onnan is. Mándli úr, álljon meg, Mándli úr, kiáltotta, itt a pénze! Szaladt feléje, de az egyik katona elébe tartotta a szuronyát. Állj! Förmett rá románul. Tartozom vele ennek az úrnak, magyarázta Kovács kis István kétségbe esetten. Két esztendeje tartozom neki ezzel. Mándli úr, gyűjjön már, no, vegye át a pénzit! De Mándli úr, mintha meg se hallotta volna. Nyomták tovább a szuronyos katonák a menetet, a marha vonat felé. Egy rendőr lépett Kovács kis István mellé. Gyere, mondta barátságtalanul. A rendőrségre vitték. Vallatták egy darabig, hogy kommunista-e vagy nem, aztán megverték és kirúgták az utcára. Két nap múlva
Újra behozták, s azt kérdezték tőle, hogy örvendene-e, ha Arad újra Magyarországhoz tartozna. Hiszen nem bánnám, vallotta be óvatosan. Erre elnevezték szabotálónak, zsidó bérencnek, büdös magyar kommunistának, s úgy elverték, hogy 2 hétig nyomta az ágyat utána. Aztán az is eltelt. De egy őszi napon újra csak megbojdult a város. Vége a háborúnak, ordítozták az emberek az utcán. Rámentek a jómódúak házaira, felprédálták a boltokat, dúltak és raboltak. Hát ez megint mi? Csodálkozott el Kovács kis István. Ez a szabadság! Oktatták ki föllelkesült emberek az utcán. Új világ kezdődik. Szedje össze maga is, elvtárs, amit tud. Nem szedett össze semmit, hanem csak hazament. Eszen kitört a béke? Hirdette meg otthon, de már óvatos volt az új dolgokkal szemben, és ezért egy hétig ki sem mozdult a házból. Közben mindenféle katonák lepték meg a várost, kikiáltották az egyenlőséget is, hogy hiba ne essék valamiképpen e körül, el is szedtek mindenkitől mindent. Mikor aztán elfogyott a háznál minden ennivaló, nem tehetett egyebet Kovács kis István, ki kellett menjen a városba, hogy megnézzek közelebbről is a változott világot. Sok változás egyelőre nem látszott rajta. Mindössze a péknél nem volt egy szem kenyér, és napszámos sem kellett senkinek. Kovács kis István nem kapott munkát. Sem az első nap, sem a második napon, sem a harmadik napon. Hiába járta az utcákat, nem akadt munka. Hiába nyitott be a házak kapuján, ahol hajdan, fát vágott, kertet ásott, idegen emberek laktak a házakban, s nem volt fájuk, amit föl lehetett volna vágni, a kertekkel pedig nem törődtek. Harmadnap még én már vacsora nélkül feküdtek le otthon. Aztán eljött a negyedik nap, és nem volt mit enni. A gyerekek sírtak. Azon a reggelen Kovács kis István nem szólott egy szót sem, odahaza. Csak felöltözött, megivott egy csupor vizet, szemére húzta a kalapját, és elment. Egy ideig az utcákon kóvájgott. A gabonaraktárak zárva voltak, az állomáson katonák nyüzsögtek, a piac tér üresen tátogott, sehol nem akadt munka. 2-szer is járt a péknél. Csak egy darabka kenyeret adjon, hogy hazavihessem a családnak. Értse meg, ember, magyarázta a pék, egy szem lisztem sincs. Miből süssek kenyeret? Téglaporból? Úgy délfelé már nem bírta a járást. Leült a piac sarkán egy kőre, s ott ült görnyetten, magába roskadva, borzolt nagy bajusszal soványan és kétségbe esetten. Egyszerre csak nagy lárma támadt, s az egyik utcából kiabáló tömeg özönlött be a piacra. Éljen a szabadság! Kiáltották a bepálinkázott emberek. Éljen az új világ, mely eltörölte a szegénységet! Hallgatta Kovács kis István ott a kövön ülve a kiabálókat, s az éhségtől elfacsarodott a gyomra. Hát maga, miért nem örvendezik? Állt meg előtte egy beszeszelt suhanc. Örvendezzék, akinek van miért, morogta sötéten Kovács kis István a bajussza mögött. Tám maga reakciós? Berzenkedett a borzolt hajú legény. Tám nem tetszik magának a megváltozott világ? Köpött egyet Kovács kis István maga elé a porba. Hát megváltozott, az biztos, morogta. Mit mond? Értetlenkedett a suhanc, és közelebb lépett.
Én azt. Nézett rá keményen és sötéten a kövön ülő ember, hogyha csak annyit tudtak változtatni rajta, hogy eltörölték meg a munkát, meg a kenyeret, akkor hagyták volna inkább úgy, ahogy volt. Reakciós! Ordított el magát a pálinka szagú fiatalember, s egyszeribe körülvette őket a tömeg. Aztán fölrángatták Kovács kis Istvánt a kőről, kalapját leverték, oldalba öklözték, s ellögdösték a rendőrségre. Ott meg egy haragos román suhanc esett neki. Maga reakciós? Én éhes vagyok, jelentette ki keményen Kovács kis István. Maga kollaborált az ellenséggel? Maga a nép ellensége? Nem kérem. Négy családom van odahaza, s tegnap óta nem ettek egy falást. Ez az igazság, mondta ki a magáét a behurcolt ember. De a vallató ember nem erre volt kíváncsi. Maga azt mondta, hogy régen jobb volt, igaz ez? Már az igaz, hagyta helyben Kovács kis István, mert tetszik látni. Tovább aztán nem is jutott a szóval. Ököl sújtott az arcába, gumibot suppant a hátán, földre verték, csizmasarokkal rúgták, gyomrába tapostak. Jó Isten! Szakadt még ki belőle egy utolsó sóhaj. Aztán csak elnyúltott a rendőr szoba padlóján, vérdől lepett szája megnyílt kissé a borzolt bajusz alatt, két szemet döbbenve elmeredt a semmibe, s Kovács kis István újaradon bevégezte az életét. Úgy hagyta ott, mint ebapiszkát ganédom tövében. Én pedig mindezt azért mondtam volt el, jó emberek, mert Kovács kis Istvánról nem emlékezett meg a rádió, és egyetlen újság sem írt róla. Így hát én kellett elmondjam, hogy megtudják mind, a fák, madarak, hegyek és völgyek, s az emberek is tudják. Kovács kis István Újaradon vértanúságot szenvedett. Tanúja volt egy rossz világnak, s vérét adta e tanúságért, mert nem tudott egyéb lenni, csak ember. S ember számára lakhatatlanná változott a föld. Márika hitet tesz. A főméltóságú asszony azon a napon üres hátizsákkal jött haza a koldulásból. Ott ültünk mind a lyukas födelű csűr előtt, s láttuk, hogy vánszorogva jött fölfelé a hegyoldalon, s hátán úgy csüngött alá a löttyet katonai hátizsák, mint valami megvastagodott denevérszárny. Három hete laktunk már abban a rozoga csűrben, mely egy bajor paraszt háza mögött szomorkodott a domb tetején, s két hete volt, hogy utolsó, hazúról hozott élelmünk is elfogyott. Azóta úgy éltünk, hogy valaki közülünk minden nap elindult a hátizsákkal, és sorban járta a bajor parasztok tanyáit. A hátizsákba betettünk néhány nélkülözhető holmit, mert a pénz már jó ideje nem kellett senkinek Németországban. S ezekért próbáltunk kenyeret, zsírt, tojást és krumplit vásárolni a gazdáktól. A beszerzéseknek ez a módja német szóval hamsterolásnak neveztük, mivel magyar szót nem formált ki erre a célra a magyar népnyelve több ezer esztendőn át. A német elnevezés a hörcsökből indul ki, mely állattudva levőleg minden összegyűjthetőt összehord a maga odújába. Mi ezen a téren nem voltunk olyan szerencsések, mint a mezők vadja. A bajor parasztok olykor még az ajtót is bezárták előttünk, ha jönni láttak.
de sokszor még ennél is rosszabbul jártunk, s a törvényszéki bíró szerint, aki többször volt már ilyen körúton, csak az volt a szerencsénk, hogy nem értettük a bajor tájszólást, s így soha nem tudtuk meg, hogy mit kiabáltak utánunk egy-egy háznál. Az öreg hercegnére azért esett a választás ezen a reggelen, mert szép szelid arcú, törékeny idős hölgy volt, akinek hófehér haja tiszteletet ébresztett mindenkiben. Azon kívül tökéletesen beszélt németül is. Korgógyomrunk zsíros reményeket fűzött a hercegné küldetéséhez, és sokan az optimisták közül, köztük a törvényszéki bíró is, meg a tábornokok, már sertés karajról és libasültről álmodoztak. Annál is inkább, mivel nem csupán a hercegnő személyi presztízse, de egy arany karóra, meg két valóságos békebeli damaszt asztalterítő is elindult vele, hogy megnyissa a fösvény bajorok szívét és kamráját. Így aztán érthető volt a felajzott izgalom, melynek légkörében ott ültünk mindannyian a csűr előtt felejtett szúvas röngökön, és figyeltük a domboldalt. Aztán feltűnt a kicsi hercegné vánszorgó alakja odalent, s láttuk, hogy a hátizsák üres volt. Bizonyára szekérrel hozza maga mögötte valamelyik paraszt az élelmet. Szólalt meg elsőnek a törvényszéki bíró, aki törhetetlenül optimista volt mindig. Az egyetemi tanár szerint, ha a régi görögök az optimizmus számára is akartak volna egy istent jelölni, feltétlenül a törvényszéki bíró nevét használták volna föl erre a célra. A megjegyzésre senki sem felelt. Ültünk szótlanul a nyírkos rönkökön és bámultunk lefelé a hercegnőre, aki lassan, kissé sántikálva jött felfelé a kanyargó ösvényen, és a hátizsák csügget ürességgel fityegett a hátán. Remélem nem alázták meg nagyon ezek a szennyes szájú bajorok, mondta egy idő múlva halkan, és kissé rekedten a tábornok. Mégis jobb lett volna, ha engeditek, hogy elkísérjem. Mit tettél volna? Kérdezte nyersen a fogorvos. Még csak egy ócska kardot sincs, amit megmutogathatnál nekik, ha pimaszkodnának. Már pedig veszekedni és káromkodni, jobban tudnak ezek, mint mi valamennyien együttéve. A hercegnő lassan fölért a dombra. Görnyetten jött viselte sportcipője sáros volt, a sötét szürke sejemharisnya rongyosan lötyögött vékony lábszárain. Nem néztünk reá, mint ha szégyenkeztünk volna, s ő sem szólt egy szót sem, csak leroskadt az egyik fatünk végére. A hátizsákot sem vetette le. Hallottuk a lihegését, ziháló, öregasszony lihegés volt. Nem mertünk kérdezni semmit. Csak ültünk ott és néztünk magunk elé a földre, a sovány bajorgyepet, melyet a tavaszi esők sem tudtak zöldre mosni, s hallgattunk. Valahol a fenyvesek fölött egy varjú szállt át, károgva és messze keleten tompán dörögtek az ágyuk. Hosszú idő múlva fölünkbe szökött a hercegnő vékony, remegő hangja. Itt van, mind oda néztünk. A kékerekkel átszőtt keskeny fehér kéz az arany karórát nyújtotta a fogorvos felé. Nem kellett a parasztoknak? Kérdezte a fogorvos folytott haraggal. A hercegnő lehajtotta a fejét és nem felelt. Láttuk, ahogy keskeny vállai megrázkódtak, és tudtuk, hogy sír. A tábornok felállt. Mi történt? Kérdezte rekedten, s odalépett a hercegnő elé. Főméltóságú asszonyom, az Istenért, mi történt? De a kis fehérhajú asszony nem felelt, csak sírt.
A tábornoknak megcsikordultak a fogai. Ha valaki bántani merte... Nem fejezte be a mondatot, s mi magunk se tudtuk, hogyan lehetett volna befejezni. Üldözöttek voltunk. Menekült senkik a hatalmas germán impériumban, melynek világot ostromló boltozata alig néhány napja dől csak össze, eget rázó roppanással, s temetett alá nem csupán egy 100 milliós népet, de egy tucatnyi kisebb nemzetet is, köztük minket, magyarokat. A romok alá rekedt németek, a háborús vesztés ijedelmében igyekeztek minden felelősséget másokra hárítani, hogy ne kelljen önmagukat okolják azért, ami bekövetkezett. Itt is, ott is szemünkbe ordították valahol bujdosásunk során ingerült németek. Maguk az okai az egésznek, ha maguk jobban harcolnak, nem veszítjük el a háborút. Sőt, olyan is akadt, aki ezzel támadt reánk. Maguk csinálták a nemzetszocializmust, s most mi isszuk a levét. Soha nem felejtem el azt a blaibachi boltost, akihez egy esős áprilisi napon beléptem ázott honvédtiszti egyenruhámban, hogy megpróbáljak tejet szerezni menekült karavánunk csecsemőinek. Akkor még nem jutottak el az amerikai csapatok odáig, s az egész német nép visszafojtott lélegzettel várt a megígért csodára, mely fordít egyet a háború során. Beléptem a boltba, és halkan, fáradtan, ahogy Bajorföldön szokás volt hajdan, amikor még mint diák jártam arra, grüszkott. A vendéglős fölkapta a fejét a pult mögött. Heil Hitler! Felelte élesen. Itt így kell köszönni, tanulja meg! Kihúztam magam, amennyire fáradt csontjaimból tellett. Magának igen, mondtam, mert maga német, de nekem nem, mert én magyar vagyok. Akkor takarodjon ki innét, és ne egye el a kenyerünket, ordította a boltos. 5 napra rá megérkeztek az amerikai csapatok a faluba, s a 6. nap reggelén ugyanaz a boltos utánam kiabált az utcán. Ott megy a náci! Adjátok át az amerikaiaknak! Mindnyájunknak voltak hasonló élményeink azokban a napokban, s így valamennyien, akik 3 hete gunnyasztottunk már abban a rozoga bajor csűrben, tudtuk, hogy a tábornok mondatát befejezni nem lehet. Hogyha bántották is a hercegnőt, ezt a szelíd, törékeny, idős hölgyet, akkor sem tehetnénk semmit, mert idegen földön voltunk, ellenség között. Így hát ültünk szótlanul a rönkökön, lehajtottuk a fejünket, és hallgattunk. 2 asszonyok közül odaültek a hercegné mellé, átölelték, és suttogva próbálták vigasztalni. Nekem megcsikordultak a fogaim, és arra gondoltam, Úristen, ha most egy puska lenne a közembe, rostává lőném vele a világot. De nem volt puska. Csak szakadozott egyenruhák, lyukas csizmák, koszos pokrócok, más semmi. Néhány repedezett láda, néhány éhes gyerek. Ültünk a rönkökön, s valahol bent acélmarokkal folytogatta lelkünket a világ. És ekkor valahonnan a csűr mögül szaporaléptekkel, halkdúdolással elősirult Márika, s egy irdatlan nagy kosárban hozta a friss mosást. A patak hűvös fenyő illata még ott lengett körülötte, ahogy jött. Otthon szőtt székelyruhájába piros fejkendője vidáman virított ott a bajorok bőre dombján, mint darlók közepén a pipacs. Meglátta a síró hercegnőt, storkán akadt a dúdolás, megtorpant.
Bámult egy pillanatig, aztán lecsapta a ruhás kosarat a földre, s odaszaladt hozzánk. Letérdelt a nyírkos gyepre, piros karjával átölelte a síró öregasszonyt, s úgy beszélt hozzá, mint gyerekekhez szokás. Jó lelkem, drága főméltósága, hát mi baj megint? Ne rion, no, hiszen tudom én, hogy hazagyűnnek a fiatal herceg urak, s minden úgy lesz ám, mint régen volt, meglássa. Ne sírjonna, eszem a lelkit, hagyja már abba kicsi főméltósága, mert Isten úgyse csereg bogarat dugok a pendejele alatt, mint ahogy velem tették volt a fiúk, amikor kicsi voltam. Sokszor hallottuk már ezt a dolgot a cserebogárral az elmúlt hetek alatt, valahányszor a hercegnő a csűr sötétjében síratta, harctéren eltűnt két fiát. Most mégis könnyet csalt a szemünkbe megint. Vártuk, hogy a hercegné sóhajt egyet, mint rendesen, ilyenkor. Szomorúan elmosolyodik, és reszkető, kékeres kezével végig simít a kis székely cselédlány barna haján. De hiába vártunk most erre a megszokott mozdulatra. A lehajtott fej nem emelkedett föl, s keskeny vállakat tovább rázta az okogás. Márika fölkapta a fejét, és felénk fordult. Tekintete ijedt volt, és szeme haragos. Mit tettek vele? Kérdezte ingerülten. Ki merte bántani? Majd szinte vadul rázta meg a síró kisasszony vállait. Ki bántotta? Azt mondja meg! Vért ereztek rajta, vért én! Néztük Márikát, ezt a 18 éves piros posgály székely parasztlányt, ahogy ott érdelt a hercegnő előtt ijedt és haragos arccal, néztük, ahogy talpra szökött, és szinte vicsorogva mordult felénk, mint a marós kutya. Mi történt hát? Szóljanak már, súly, essék magukba! Kérdezd a bajorokat, azok tudják! Szólalt meg hátul valaki nehezen mozduló szavakkal. A leány újra a hercegné felé fordult. Azok tették ezt? Kérdezte, s a szeme villogott. Melyiküknél volt? A sántánál? A bajszos disznyónál? A csámpásnál? Mi? Szeme megakadt az üres hátizsákon. Semmit se adtak. Kint csapjon a hasukba a sok bitesnek. Na várjon csak, lelkem méltóságám. Majd én megmutatom nekik. Melyiknél volt? Gumpelnél. Harsogta könnyei között az öreg asszony, de azt mondták ott, hogy... Szavát újra elnyelte a sírás. Na, majd én mondok nekik valamit, fenyegetőzött Márika. Azzal lefejtette a hercegnőről a hátizsákot, és a saját vállára lökte. Éppen Gumpel, az a kövér disznó! Azzal már fordult is, s indult lefelé a dombról, vállán a hátizsákkal. Márika! Sikoltott utána a hercegnő. Ne menj oda, Márika, gonosz emberek azok! Márika visszafordult, s megvillogtatta erős fehér fogait. Ne féltsen engem, kis főméltósága! Egy tucat olyat! Belenyúvasztok én a patakba, ha kell! Állítsátok meg! Mondta a tábornok. Még bajba kerül. A törvényszéki bíró, aki maga is székely volt, megcsóválta a fejét. Márikát nem lehet megállítani. Inkább el kellene kísérje valaki, aki beszél németül. Én megyek, mondtam, s már indultam is Márika után. Lent a fenyőerdő szélén értem utol. Maga az, földi? Kérdezte, amikor megfordult a léptein zajára. Én vagyok Márika, feleltem. Ne csinálj bolondot. Attól maga ne féljen. Aztán mentünk egymás mellett, az erdőn keresztül Gumpel tanya felé. Tudja, az úgy van, mondta Márika, hogy ez az én áldott jó főméltóságám, olyan gyönge akár a falevél. Azt tennék vele a népek, amit akarnának, ha én nem lennék mellette. De én nem hagyom ám, kikaparom én a szemét is annak, aki egy rossz szót szól hozzá.
Kivertem én már egy német katonát is a palacsinta sütővel a házból, még odahaza, amikor főméltósága kezéről le akarta húzni a semmire való tolvaja a gyémántos gyűrűt. Ki én? S elpallom én akármelyiket hallja-e, mert én erős vagyok ám. Nekem már 12 éves koromban sem hajolt meg a vállam a zsák búza alatt, s 14 se voltam, amikor székkel vertem főbe a részek tanítónkat otthon a faluba, mert fogdosni próbált. Hát egy ilyen lötyögő nadrágú bajor nekem ne álljon az utamba, s az én asszonyomat ne bántsa, azt megmondhatja akármelyiknek. Dohogott Márika egyfolytában, amíg a gumpel tanyára nem értünk. Az udvar sarkában ott ült a kövér gumpel egy kis széken, és kalapált valamit. Ránk se nézett. De Márika sem éltatta őt egy pillantásra se. Egyenesen a ház ajtajának ment. Mikor a nagy, kőpadlós konyhába beléptünk, az asszony a tűznél matatott. Haragos és bizalmatlan arccal fordult felénk. Mit akarnak? Mondja meg neki, hogy adjon kenyeret, vajat, tojást és pityókát, rendelkezett Márika. De tüstént? Átfordítottam németre a kívánságot. A bajorasszony arca elkékült a haragtól. Mit gondolnak maguk? Fogott bele a jól ismert lármázásába. Miért nem maradtak otthon? Ide jönnek, hogy elegyék utolsó kenyerünket is, mint a cigányok. Ki tudja, meddig folytatta volna, de Márikának elfogyott a türelme. Körülnézett, s meglátta a kamra ajtaját. Elindult egyenesen az ajtó felé. Hé! Kiáltott fel az asszony elképedve. Hová megy ez? Ugrani akart Márika után, de elkaptam a karját. Vigyázzon! Súgtam oda neki németül. Bolond szegény! Az asszony elszürkült arccal bámult reám. Bolond? Valahányszor nagyon megéhezik, mindig rájön a betegség újból, magyaráztam. Ilyenkor veszedelmes. Márika már bent volt a kamrába. Mein Gott, rémüldözött az asszony, majd az ablakhoz szaladt. Sepp, Sepp, őrült van a házban, mit tegyünk? Az ember bejött, egy nagy, hasas bajor és gyilkos szemmel nézett végig rajtam. Ez itt a bolond? Nem, nem, csápítozott az asszony. Egy léhány, bent van a kamrában. A kamrában? Horkant föl a bajor, mint egy vaddisznó, és megindult nagy nehéz lépésekkel a kamra ajtó felé. Elálltam az útját. Ide figyeljen, mondtam neki, ha csak egy ujjal hozzányúl ahhoz a leányhoz, én nem állok jót semmiért. Hogy érti ezt? Hökkent meg a bajor. Én úgy, feleltem, hogy sem kártérítést, sem temetési költséget nem fizetek. Én figyelmeztettem magukat. Mein Gott, tördelte kezét az asszony. Az ember is elsápadt kissé és halkabban kérdezte. Annyira veszedelmes? Bólintottam. Mit tegyünk? Jaj, veszékelt az asszony, mondja meg az Istenért, mit tegyünk, hogy baj ne legyen. Vállat vontam. Csak annyit tanácsolhatok, hogy ne ellenkezzenek vele. Minap valaki csak annyit mondott, hogy nem, s úgy felingerlődött ettől az egy szótól, hogy fölkapott egy baltát, és ketté hasította vele az ember fejét. Jézus Mária Isten, szörnyülködött az asszony. Az ember homlokán izzadság cseppek ütköztek ki. Rokona magának? Kérdezte, és hangjában félelem volt és tisztelet. Nem, felelte, én csak orvos vagyok, és próbálom kísérni, hogy elkerüljük a bajt. De hát doktor úr az Istenért, rémüldözött a kövér bajor, miért nem zárják be az ilyet? Hova? Vontam meg a vállamat. Nincs kórház, nincs egy üres hely, ahova vinni lehetne. Ez a háború. Rettenetes, nyögött az ember. Rettenetes. Ebben a pillanatban Márika jelent meg a kamra ajtóban, arca haragos volt és szigorú.
Kezében ott volt a hátizsák, és látszott rajta, hogy félig tele volt már. Kérdezze meg ettől a vasorú bábától, hogy hol tartja a tojást, rendelkezett. A bajor és a felesége ilyetten léptek mögém. Mit akar, mit akar? Tojást! Az asszony reszkető kézzel mutatott a konyhás szekrényre. Ott bent. Mondja meg neki, hogy vigyen, amennyit akar. Márika kinyitotta a szekrényajtót, és megtalálta a tojásokat egy kosárban. Kezdte őket kettessével átrakni a hátizsákba. A bajor és a felesége sápadtan figyelték minden mozdulatát. Mondja meg neki, hogy vigye el mind, súgta mögöttem az asszony. Lefordította Márikának a szót. Ne féljem, bólintott, elvinném a kosarat is, csak nem fér be a zsákba. A bajor óvatosan a fali polchoz ment, és leemelt onnan egy tányért. Jó gyermekfej nagyságú vajgolyób is volt rajta. Itt, mogyogta, és Márika felé nyújtotta a vajat. Olyan volt az arca, mint gyermeki, aki harapós kutyát etett. Márika szélesen rámosolygott a bajorra. Tegye papírba, parancsolta. Így elkene, mit gondol? Mit mond? Mit mond? Érdeklődött idegesen a bajor, hogy csomagolja be neki. Soha még bajor parasztot olyan fürgén mozogni nem láttam, mint a kövér Gumbelt akkor. Ahogy előkotorta a vajpapírt, ahogy becsomagolta a vajat, ahogy ügyelve betette a Márika hátizsákjába. Csupa igyekezett volt az egész ember. Márika nem hitt a szemének. Megcsóválta a fejét. Tán nem halálát érzi ez, hogy így magába szállott? Mit mond? Mit mond? Akarta tudni Gumbel, s egy pillanatra sem merte levenni szemét Márikáról. Hogyha magára néz, az apja jut az eszébe. Hazudtam. Nagyon szerette szegény az apját. 4 éves volt, amikor elvesztette. Gumpelné sóhajtva csóválta a fejét. Jaj, de szomorú világot élünk, doktor úr! Jaj, de szomorú világot! A nagy darab bajor elérzékenyülve dörzsölgette borostás állát, majd hirtelen elhatározáshol a füstölőhöz ment, és kiemelt belőle egy egész rút szalonnát. Nesze, leány, mondta, s oda nyújtotta Márikának a féltett kincset. Márika egy pillanatig kimerett szemmel bámult a bajor kezében lévő szalonnára. Hetek óta nem láttunk olyasmit. Aztán kinyúlt utána, és rámosolygott a bajorra. Köszönöm. Mondja meg neki, hogy köszönöm. Most már lefordítottam becsületesen németre a Marika szavait. Csak vigye, szegény, csak vigye, sóhajtott a bajor szomorúan. Az asszony levett a polcról egy kis Mária képet, és ogyanújtotta Márikának. Márika átvette a képet, nézte egy darabig, aztán a keblébe dugta. Megölelte Gumpelnét, s még a hátát is megveregette kedvesen. Adjon a jó Isten erőt, egészséget maguknak is, főképp pedig békességet, hogy ne kelljen, elhagyják a falujukat soha. Lefordítottam ezt is. A bajor asszony sírva fakadt tőle, Gumbel pedig sűrűn sóhajtozott. Aztán még ki is kísérték Márikát az ajtóig, s úgy búcsúztunk el, mintha örökké ismertük volna egymást. Magamra vettem a hátizsákot, átkozottul nehéz volt. Mit szedtél össze ilyen nehezet? Kérdeztem, mikor kiértünk az udvarból az erdei ösvényre. Márika mosolygott. Csak egy fél véka lisztet, kicsike cukrot, vékányi pityókát, meg a tojásokat. No meg, ott van még a vaj és a szalonna, s legalul 3 kenyér. A tojások liszt között vannak, ne féljen, nem törnek el. Az erdő széliből még egyszer visszafordult. Gumpel és a felesége az ajtóban álltak még mindig. Márika intett feléjük, és ők visszaintegettek. Mégiscsak jó emberek, lássa, mondta Márika, és mosolygott.
Most is csak azért merem mindezt megírni, mert tudom, hogy ez az írás már soha nem juthat el Márika kezébe. S a mosoly, ami ott ragyogott barnára sült tiszta fiatal arcán, ahogy fölfelé mentünk a fenyves erdőn át, örökre megmarad valahol, tisztán, csalódásmentesen. Egy tiszta kis lélek meglepett fölismerése, hogy az emberek jók. Hogy mindazon sok rossz mellett, ami a világban történik, az emberek mégis jók. Valahol mélyen bent, csak éppen ritkán mutatják meg azt, ami ott bent van. Szegény kis Márika. Mikor a tömött hátizsákkal fölértünk a csűrhöz, s a sok kiéhezett ember körülfogott, úgy viselkedett, mint egy nagylelkű hadvezér, aki háborút nyert, de nem akarja éreztetni a dicsőségét senkivel. Nevetett és élcelődött, amikor faggatták, hogy miként jutott hozzá a sok jóhoz. Én meg vonogattam a vállamat. Később aztán hazajöttek, vadászkörútjukból a fiúk, s új hadizsákmány vonta magára az érdeklődést. 2 hét óta nem volt dohányunk. Amióta az amerikaiak megérkeztek, minden nap kisorsoltunk 2 a fiatalok közül, s ezeknek az volt a feladatuk, hogy lemenjenek az országútra, és végig vadásszák az útszéleket gégpocsikból kidobott cigaretta végután. Pár nap alatt szépen be is gyakorolták magukat ebbe a sportba. Sőt, az utóbbi napokban már nem csak az országutat és a közeli bajorvároskák utcáit portyázták be, hanem elmerészkedtek a katonai laktanya közelébe is. Azon az emlékezetes napon különösen jó aratásuk volt. Egész zacskónyi cigaretta vég került kiosztásra. Valami magas rangú tisztek érkeztek, mondták a fiúk, s az amerikai katonák sok félszívott cigarettát is eldobtak. Még olyat is találtak, amelyiknek éppen csak meg volt kissé pörzsölve a vége. A katona éppen rágyújthatott, és már is el kellett dobnia, hogy tisztelekhessen. A csikkosztás után jó fél óra telt el azzal, hogy mindenki gondosan megkeverte a maga dohányadagját. Legtöbben a törvényszéki bíró receptjét követtük, ez abból állt, hogy a gondosan felbontott cigaretta végek dohányát belekevertük szárított szeder és lóhere levélbe, melyhez még ízlés szerint egy kevés nyírfa levelet is adagoltunk, hogy a füst csípősebb legyen. Valóságos tudomány volt ez a keverés, és mindenki büszke volt a maga cigarettájára. Papírnak régi újságot használtunk, mert egyéb nem volt kéznél, s a fogorvos annyira specialista lett ezen a téren, hogy különbséget tudott tenni. A budapesti hírlapba, az új Magyarországba sodort cigaretta illata között. Evés után pedig megint összegyűltünk kint a fatönkökön, nagyobbára csak a férfiak, és élveztük a füstölést. Hallgattuk bent a csűrben a széna közt heverő asszonyok halk beszélgetését. A fogorvos felesége arról mesélt, hogy a rózsaszín csempés fürdőszobája volt odahaza, s a végén hozzátette. El sem tudom hinni ma már, hogy még valahol fürdőszoba is van a világon. Aztán egyszerre csak megláttunk 3 katonai gépkocsit, ahogy lassan kanyarogva jöttek föl a dombon. Többször találkoztunk már amerikai katonákkal, vidám fiatal fiúkkal, és gyakran nevettünk, hitetlenkedő képükön, amikor valamelyikünket megkérdezték, hogy mi a foglalkozása, s a rongyos, csavargó formájú ember azzal válaszolt, hogy egyetemi tanár, orvos, bíró, vagy éppen gyártulajdonos. Azonban még egyszer sem fordult elő, hogy külön, miattunk följöttek volna a dombra. Márpedig tudtuk, hogy ez a látogatás nem szólhatott másnak, csak nekünk. Az út a tanyánál véget ért,
s nem volt ott egyéb, csak a rozog a csűr, s odébb a bajor paraszt háza. Mögötte meg az erdő. Elsőnek a tábornok tápászkodott föl a fatönkről, begombolta a zubbonyát, és zsebkendőjével leporolt a csizmáit. A gépkocsi zajra eljöttek az asszonyok is, meg a gyerekek, s kíváncsian lestük mind, hogy mit hoz számunkra Amerika. A gépkocsik megálltak a csűr előtt. A két hátsóról fegyveres katonák ugráltak le, az elsőről két tiszt, meg egy civil ruhás fiatalember, a katonák a gépkocsiknál maradtak, a tisztek meg a civil ruhás pedig elindultak felénk. Az egyik tiszten fölismertük az orosz őrnagyi egyenruhát. Úgy bámultunk rá, mint borjú a késre. Néhány lépésnyire tőlünk megálltak, és végig mustráltak minket. Az amerikai tiszt arcán csodálkozás volt és szánalom. A mellette levő civil ruhás fiatalember arcán gúny és elégtétel. Az orosz húsos képe nem árult el semmit. Közönösen siklott át a szeme fölöttünk. Aztán a civil ruhás megszólalt. Maguk magyarok? Magyarul kérdezte ezt. És ez a váratlan magyar szó az öröm meglepetésével ért mindnyájunkat. Egyszerre többen is feleltek a kérdésre. A fiatalembert nem érdekelte a lelkes válasz. Szeme megakadt a tábornok szálas alakján. Maga az, aki tábornok volt? Az öreg katona megrándult a kérdéstől, aztán kihúzta magát. Én tábornok vagyok, felelte keményen. A fiatalember gúnyosan rávigyorgott. Falvakat égetett? Gyerekeket és asszonyokat mészároltatott? Mi? Zsidókat öletett? Én harcoltam, felelte a tábornok kurtán. A nácik oldalán, ha? Vetette vissza a szót mérgesen a civil ruhás. Rablók nem harcolnak, csak gyilkolnak, jegyezze meg! Minden szava úgy ért minket, mint egy-egy ostorcsapás. Dermedten álltunk. A civil ruhás odafordult az amerikai tiszthez, és mondott neki valamit. Az bólintott. Az ezredes úr ki fogja hallgatni magukat, jelentette be a civil ruhás. Én majd tolmácsolom a kérdéseket és a feleleteket. Arra nem lesz szükség, szólalt meg hátul az egyetemi tanár. Vagyunk itt, akik tudunk angolul. A fiatalember elvörösödött és rikácsolni kezdett. Magát nem kérdeztem, csak akkor felel, amikor kérdezik, érti? Itt én vagyok a hivatalos tolmács, vegyék tudomásul! A maguk ideje lejárt. Ezentúl csak azt teszik, amit parancsolnak maguknak. Körülnézett, s a szeme megakadt Márikán, aki a csűrfala mellett állt, és kíváncsian nézte, hogy mi történik. Hé, maga ott! Kiáltotta oda Márikának. Jöjjön csak ide! Márika előre jött. Kíváncsian lestük mit, hogy mi lesz. A fiatalember végignézett Márika parasztviseletén. Maga a nép gyereke, ugye? Kérdezte barátságosan. Márika elvörösödött ettől. Reám ilyet ne mondjon! Akárki csoda legyen is, maga hallja-e? Tört ki belőle a méltatlankodás. Van nekem otthon apám, anyám, mint bárki másnak. A civil ruhás nevetni kezdett, s mondott valamit angolul az ezredesnek. Az is mosolygott. Csak az orosz állt részvétlen arccal mögöttük, mint aki unja az egészet. Ide figyeljen, lelkem! Kezdte újból a tolmács. Rózsikának hívják? Juliskának? Pálos Mária a nevem! Felelte Márika kimérten. Hát ide hallgasson, kedves Mária! Nem akartam én megbántani magát. Hiszen látom a ruháján, hogy maga is az elnyomott népszülöttje,
akit a feudalista rendszer évszázadokon keresztül kizsákmányolt. Maga cseléd volt eddig, ugye? Mi a súly lennék egyéb? Szakadt ki Márikából türelmetlenül a szó annyi zagyva beszéd hallatára. Szeme látja, ha van szeme, hogy nem vagyok se kontesz, se színészné. A fiatalember újra mondott valamit az ezredesnek, mire az megint csak mosolygott. Nézze, kedves Márika, hozzám teljesen bizalommal lehet. Én is a magyar nép gyermeke vagyok. Budapestről származom, és Rubinstein Mátyás a nevem. Mi azért vagyunk itt, hogy fölszabadítsuk magát, és megbüntessük az elnyomóit. Az egész háború ezért volt, kedves Márika, és éppen ezért maga most őszinten, szíveméjéről feleljen mindenre, amit kérdezni fogok. Érti? Ne féljen senkitől és semmitől. Mondjon meg bátran mindent, ami magával történt. Mi azért vagyunk itt, hogy igazságot szolgáltassunk, és visszaadjuk magának a szabadságát, amitől a fasiszta urak megfosztották. Márika elképedt csodálkozással merett Rubinstein Mátyásra, a budapesti népfiára, aztán egészen őszintén, és szíve mélyéből mondta, hogyan menjen már az úrfi? Még a kezével is legyintett hozzá, mintha legyet hesegetett volna, s már fordult is a sarkán, hogy ott hagyja Rubinstein urat, mint aki nem ér rá, hogy üres locsogást hallgasson. De a tolmács szava megállította. Álljon meg! A kérdésekre felelnie kell. Hát kérdezzem már! Fordult vissza Márika durcáson, de siessen vele, mert tésztát sütök, s odaég. Mi a foglalkozása? Se tudja már, minek kérdi. Kinek szolgált? A főméltóságú herceg uréknál. Rubinstein úrnak egyszerre földerült ettől a képe. Aha! Valamit odasúgott az ezredesnek, mire a szánakozva tekintett Márikára. Nagyon dolgoztatták, ugye? Kérdezte a tolmács részvéttel. Márika rántott egyet a vállán. Látott maga már tiszta házat? S ételt az asztalon, munka nélkül? A tolmács nyelt egyet.